nagyba, ezen az estén meglátjátok, hogy mi ficeg az 56-osok szutykos testén. Tudjuk jól, hogy merre jársz, merre nézel jobbra, és hogy néha-néha ráugrasz a hatalmas bazomra. Nem akartam csúnyán beszélni ezzel a streamnek alkalmából, és tudjuk jól, hogy mindenkit kihúztak már egyszer a probléma faszából. Na de elnézést kérek a csúnya szövegért, üdvözlök mindenkit, szép jó estét! Meglátjátok itt az STLV 74-esemnek szutykos rozsdás testét. Üdvözlöm a Mennykutyi Zsoltit, a Gergő T. Balogot, a Damján Kerékgyártót, a Horváth Mátét. Akit egyszer egy bérgyilkost elküldtek a szádért, Patrik, ki összeszarta magát, meg is ette utána a szomszédnak szarát. Német Patrik úr is megérkezett szépen, ahogy a csillag suhan fent az égen. Horváth Máté nevet jól is teszi, az ablakba hatalmas buláját fényezve kiteszi. Josif, te vagy az, kérdi el az elkántor. Nem én vagyok, én a bölcs egyetlen nagy Dardanom vagyok, tehát a mai estén, srácok, itt a viccet, ön a hangoddal, Dardan. Semmi, miért? Recseg ez a szalta licska, várjatok, mert ránézek. Nem bírtok magatokkal. Nem bírtok. Jó, működik, tehát nem recseg. Tódaninak pedig tiszteletem, odaveri. Így igaz, Máté, látod a seggedet, a párkányra odavered. Semmi nincs a hangommal, kicsit még rekettyés vagyok, mert még az átlagosnál kicsit higabbat szarok, de elnézést kérek. Na, most a viccet félretéve, tehát üdvözlök mindenkit, szép jó estét kívánok mindenkinek, nem recseg, nagyon jó ezt hallani. És azt, hogy te átiszok, ezt fájó szívvel bevallani. Nem beteges a hangod. Na! Nem gyakran át, ha hagyjad bár, kántor, magadat. Ezt tudjuk jól, hogy megeszed te a saját. De mindegy, álljunk is le szerintem, és együnk egy kis répát. Ezzel fogjuk szóra bírni a szerencsétlen némát. Köszönöm szépen az első Lutz kommentet, gondolom Patriknak kell köszönni. Így is van. Pont 7.0, azt mondja itt nekünk a gyermek. Köszönöm szépen a Lutz kommentet. Tehát ezek után én úgy gondolom, hogy nyugdíjba is mehetek. És rántott át, tojás nélkül ehetek. Kell nokedli, hogy ne kellene egy 12 tojásos nokedlit küldjél nekem azonnal. És nem tetszik nekem ez az öltöny, hasonló fazonnal. Hát így kell bánni az egyik törzs vendéggel. Elkántor, ne haragudj meg, kedvesem. Nagy megsértődjél most itt rám. Tudjuk jól, hogy a Ladából nem volt más jobb, csak a szedán. Tiszteletem Tamás Szalai, üdvözöllek, szép jó estét. Szia, G-helyzet, azt mondja, ó, itt a Lézi az András nagy. Tiszteletem, Andrásom, András tisztelet. Mint a vizelet, ugye most erre az jött volna. Nincs játékhang, hát igazad lehet amúgy. Megint nem volt játékhang, nagy szemfüles a Patrik. Kösz szépen egyébként, hogy szóltál, nem tűnt volna fel. Na, tehát a mai napon megszereztem, szia, Ferenc vagyok. Milyen tankod van és hanyas? Rengeteg tankom van, hát ez most jelen pillanatban egy svéd 6-os közepes tank, amivel most majdnem sikerült felborulni, tehát kicsit ilyen kis polsz, kis a kanyarba. Tehát úgy megborul, hallod? Megborul a tes. Hogy szarjál szöget, de a lövedékem az hova lett? De most ez komoly volt, T-25. De elgondolom, ez most nem viccelsz, T-25, de most engem tényleg seggbe lőttél. Viccen kívül, komolyba. Ilyenkor elgondolkodok azon, hogy úgy kilőném. Úgy kilőném, de nem teszem. Tehát, hogy van bennem ennyi önérzet és önkritika, hogy gyengébb játékosokat nem lövünk ki. Tiszteletem, Ata 96. Tiszteletem, szép jó estét kívánok mindenkinek. Hogy szólmizál a paraszt? Mit iszol? Így igaz.
meg a Doremi Faszolá Tidó, szalonnát süt a büdös zsidó, de hát ez most megint etnikai, elnézést kérek, a pofámról megint leég a bőr, bocsánat. Hát ezt úgy gondoltam, hogy nem lehet kihagyni, tehát ezt muszáj volt ellőnöm ezt a poént. Az a T-67 amúgy, hogy egyszer elmehetne amúgy nyugdíjba. Az a tankkocska egyébként. Hello gyerekek, azt mondja itt a Bálint, tiszteletem Bálint úr. Bálint úr, Marhát Kurt, tehát ugye ez megint csak rímezünk. Aztán World of Tranksből hatalmasakat streamezünk, de hát Hammer az nem talál el, az olyanak esélye sincsen. Az STRV 74-nek, hogy beüsse, annak sincsen. Úgy is van. Kitartás, azt írja itt a Vetranio Ribbon. Köszönöm szépen, Vetra bácsi. Álljál ahhoz, bácsi, elnézést, hello, tiszteletem. Vetra. Szép jó estét kívánok, az ablakban mezítelen lőgócsöccsel kiállok. Látod a polgárpukkasztásra a YouTube-on? Német Patrik nem? Vagy hát is, de lehet. Most nem tudom, hogy mire gondolsz. Üdv újra! A rémet, Dardan a streamben fújja. Tiszteletem István újra, hello. Bálint Farkasnak. Egy kevés. Gyere vissza Hitler. Jaj, az jó. Csak honnan szedtem marhát? Hát ki tudja. Ismerlek én téged, neked semmi sem lehetetlen, tehát te mindent megoldasz, főleg az ilyen marhás kérdéseket. Neked a marha az szent állat, tehát pározhatsz is vele, hogyha úgy van. Na, közben egyébként top tiert kaptunk, remélem csak a streamet fújod. Meg az orromat is hallod néha mostanában, de megfázás után. Na, hát egyébként a tírrel egyéb problémám nincsen, tehát tír 6-ban játszunk. Talpas Steel, az a gyerek neve Jacksonban. Nézzük csak, mi van még, kedves játékosok. Tehát Gunyho, Sideri, Sopel, az nem tudom, hogy milyen nemzetiségű név lehet, a Sopel. Nem tudom, ti hogy vagytok, Sopellel. A Sideri Sopel, melyik tomba játszik? A P44 Panterába, baszki, most már hindu is vagyok. Hát Bálint, hallod, neked szent állat már, mint mondtam. Na de most viccet félretéve, srácok, a mai stream az az 1956-os forradalom tisztelgése, és hasonló a cél, tehát tisztelet a hősöknek, szép jó estét, helyzet. András Tóth, hallod, elég láttalak. Olyan rég láttalak, hallod, mint mávos a fizetésemelést. Üdv mindenkinek, itt van András, másik András. Itt a Stól András is megérkezik menet közben, szerintetek? Mit gondoltok? Sopellel, az. A Sopel. Az a név. Hát van baj, van baj. Gunyho már ki is lőtt egy tankot. Hoppá, elnézést kérek. Az Opel akart lenni, lehet egyébként. Sideris Opel. Lehet. Mivel van ma jó pénz? Adsz nekem tanácsot, vállalkozást szeretnék indítani. Hát szerintem akkor a seggeddel kereskedj. Kék osztriga bárba szerintem eléggé nagy számmal jönnének érted az érdeklődők. Hát szerintem megpróbálhatod, hogyha pénz számít és más nem. Na most recseg, recseg. Recseg ez a geci. Elnézést kérek. De várjatok, szögelünk rajta. Nagyba gyorsan. Recseg, az a szar. Felvétel. Várjatok, megjavítjuk egy percen belül. Most, kedvesei, most jó, most működik. Kérek titeket. Ha lenne magyar tank a vodba, én azzal játszanék. Oi! És a Paller nincsen spoton. Hát... Vannak itt ilyen vélemények, ahogy megoszlanak itt. Van magyar tank a játékban, van. Van a Toldi, van a Turán. Hát szegény Oi, az nem nagyon tud bennünk mit kezdeni.
Kis durrantjuk, mint a Luffy-t szerintem. Patent, király-királyság, kösz szépen a visszajelzést. Hello, Beló, Servus, Attila, Bodnár, Otesz. A fejed olyan, mint az EU Frátesz. Nem tudom, mi van velem, most ilyen történelmi rímek vannak. Na, hát most kár tagadni. Etibor bácsit meg nem találtam el. Na, hát ez talán így lenne a legszebb és legjobb. Szegény ilyes, hát ez innentől neked barátom. Go garázs. Különben a seggedből fog előszökkenni az első parázs. Mert ugyanis az ilyes gyúlékony, mint az állat. A kanone jakpanzer egyet pekent, és elkerte a szánkat. Elpozícionált onnan az a szerencsétlen némber. Ó, basszus kulcs. Hát innentől viszont szar kerül a palacsintába, ugye, ahogy szoktam mondani. Jó, hát innentől itt megesszük itt így, igaz? Hát így meglettünk kajázva. Igen, Toldi 3 magyar tank, így igaz, csak nem fejleszthető. Nem fejleszthető, Segmániában szenvedsz, Elkántor, te esetleg, igen. Na most meg volt. Visszajöttem a kajálásból. Na, hát utólag is jó étvágyat kívánok. Mehet, majd jöhetsz, Patrik, majd később szakaszba. Lesz később szakasz, pedig az STRV 74-jel fogunk, ugye ezt most meg jó lenne leszorzózni, mert jó lenne haladni, tehát ennek a jobb torony még jó lenne, ha meg lenne, meg az a kis motor, amit most szerintem 3 goldot bele fogok fetszölni, és kifejlesztem. Hogy ne úgy mozogjunk már, mint valami hulla, kinek leszakadt a lába, és az alkoholista, akinek már ki van a mája. Micsoda? Ezt nem vakarod le magadról. Tiszta rímmester vagy. Köszönöm szépen, András. Hát igen, Petőfi Sándor katyában táncol, ugye? Köszönöm szépen, te vagy a G, az egyik kedvenc videósom, a poéngyáros, hívhatsz engem nyugodtan Tapsinak. Tapsi-hapsi, András. Köszönöm szépen, megtisztelő. Darda tolja neki, nagyon munkásság olyan, mint Napóleon. Ah, azt az eget! Nagyon nagy rímmester ez a Bálint. Hát ennyi, hát most sóska kő, kő, vagy sóska? Hát sóskát azt tartsd meg magad, a Nokedlit küldheted. Ő, akkor én is mennék veled, kedves Darda. Hogyne egyébként, lehet velem majd jönni szakaszba, srácok, hogyha gondoljátok. Tehát, hogyha rám írtok játékon belül, bölcs egyetlen nagy Dardanov G-re, akkor meghívást nyerhettek ebben a csodálatos streamben. Tehát meghívlak titeket szakaszozni. Mit szóltok hozzá, egy bölcs egyetlen a nagy Dardannal szakaszozás. Természetesen wellness jegy, tehát hátradőlsz, kis jacuzziba is akkor úgy játszunk együtt. 3 monitoron természetesen észre Predator, tehát felbontása nem lesz probléma. Szevasztok, szervusz Zoltán úr, tiszteletem, tier 3, felejtsd el, Elkántor, azért ne legyél szemtelen. Na, azt mondja, A43, kis cukorborsó. Én rád írtam, csak csatában voltam. Nem gáz, Patrik, láttam. Majd ahogy a szakaszozás érkezik, tehát én úgy kezdem el majd nektek küldögetni az inveket. Remélem megértitek. Hát úgy látom, hogy rögtön APCR-rel kell kezdeni, pedig nem ez lett volna cél. Megtiszteltetés számunkra. Ó, ugyan. Nekem megtiszteltetés, srácok, hogy itt vagytok, ne hülyéskedjetek. Tehát mindennel lehet hülyéskedni, kivéve a nézőkkel, ezt már megtanultam, megjegyeztem, és ez így természetes. Tehát néző az első, ez fontos tudni. Oda lövöldözgetünk párat, hátha. Ej, de szép! A csodálatos IKEA-s ágyú most tiszteletét teszi. És a telefonját holnap majd a padra kiteszi, hát holnap ismét indul a telibe vert foskola, igazos csak 3 napig megyünk. De közben majd szanaxot sörre beszedünk. 11-ben úgy gondolom lehet az egyest a naplóba,
karóval bemehet. Na most én vagyok padlón, 10-ből 10 vesztes csata. Hát az, mi az, hogy most te vagy padlón? Hát itt úgy gondoltam, hogy mindenki padlón van. Velem együtt. Leküldtek minket a padlóra, halljátok. Kaptunk egy pofont. És az a vér az orrunkból rögtön kiosont. Jó lenne, hogyha már meglátnánk azt a szemtelen Oinak oldalát. M44-est így vakon. Lájtosan, várjatok. Hol? Kb. Ott lehet, nem? Kicsit feljebb. Vagy lejjebb. Ez igen, ez olyan, mint a szünet előtti szünet. Igaz a mondás, tehát ez teljes mértékben. Én 3 tézét írok holnap. Jó kérdés lesz. Így Tóth Danikám, hallod? Akkor beszoptad a gyíkot, most kimondhatom szerintem egészen nyugodtan. Hát akkor tanuljál, én széken vagyok. Jó tetted, ment a like, üdv mindenkinek, tiszteltem. Darda, szerbusz, Jerikó. Köszönöm szépen a moderátori munkát és azt, hogy itt vagy. Megtiszteltetés. És köszönöm a like-ot is. Tiszteletem Tóth Dani. Igen. Olyan remekül fut nekem a játék, hogy nem is játékot nézek, hanem diavetítést. Az a legjobb, hallod. Főleg az a legjobb, a másik fokozata a diavetítések, amikor neked kell pörgetni a diákat. Mondjuk én mindig úgy vagyok vele, hogy inkább én pörgetem a diát, mint ő engem, de nem tudom, hogy ti ezzel hogy vagytok. Tehát a lényeg az, hogy mikor neked kell külön tekerni, na hát akkor már vannak problémák. Köszönöm szépen a Luz kommentet ismét. És üdvözlöm itt a srácokat, a nézőket, tisztelt urakat, hölgyeket, mindenkit. Ebben a megtisztelő fogadtatásban. Haló, ki vagy? Kérdezte a gyerek. Nem láttam egyébként, hogy kiküldte, talán a Dani volt, valami Dániel. A fasza, mint a spániel. Nekem pénteken volt 2 témazáró, meg egy dolga, egy osztályzás, meg egy előadás. Hát Bálintom, hallod, ezt úgy hívják, hogy pipa, tehát ezt így nem is sorolnám tovább. De srácok, 3 napot úgy gondolom, hogy mezítláb a jégen egy lábon kibír az ember. De hát most 3 napot megyünk egy hét szünetér, most nem. Lehet egy L100 golddal, nincs L100-asom, de Jagdpanzer L100-asom, hogyha esetleg arra gondoltál, lehet róla szó. Egy igaz, szia Leiri, ismét. Mert ő a PUBG streamen is ott volt. L100 repesszel? Hát a legnagyobb hülyeség, amit hallottam eddig, de... Lehet róla szó, persze. Az anyádnak a mocskos egyetlen egy úristenit. Hát ez mi volt? Te zsengeszűz. Éj, hát... A saját csapattársamat lőttem seggbe, nem őt akartam szegényt. Lesz gyakorló? Nem lesz most gyakorló, srácok, ebben a streamben, semmiféleképpen. István, ez a... micsoda? Dexter, a Belsz 219-et sebez egy lövéssel. Hát attól függ egyébként, hogy miben lövöd a repeszt. De nekem csak Jagdpanzer L100-on van, srácok, tehát ezt jó tudni. És egyébként a mai napon kifejlesztettem ezt a VK3001P-t is. Akkor sikerült kifejlesztem az STRV-74-et is. Tehát most azért egy-két új tankocska van a garázsomban. Menjünk egyet szerintem ezzel a VK-val. Bicsoda, de ha szakaszozunk, én 8-asnál nagyobban nem tudok majd jönni. Az nem is probléma egyébként, mert általában úgyis max 8-assal szoktam szakaszozni. Meg most inkább ugye húzom a 6-os tírt. Lehet egy Object 430 úkör? Kedvenc tankom, csak még nincs meg. Ja? Én is. Egyébként nekem is kedvenc hobbim a bowling, csak az a baj, nem tudok játszani. De hát ez ilyen. Legyen Panzer 1C full gold, hát ez nem vicces, hát ez az a baj, hogy ez a siralmas. De mehetünk vele egyet, egyébként benn van a garázsba. Akkor type-et lehet, így igaz, srácok, lesz minden kör, tehát, hogy eddig is. A
tehát minden maximális tiszt, így igen, lesz osztag, hát osztag nem hiszem, hogy lesz, sőt, biztos, hogy nem. Akkor nem lesz baj, nem bizony, srácok, tehát maximum ilyen tier 8-ba szoktunk szakaszozni, hogyha már nagyon ki van a tojás, tehát már tele van a batyú, akkor általában inkább akkor szoktunk menni ilyen tier 9, tier 10-et. Na most így a tier 9-ben azért nem szoktam mozogni, mert ugye az AMX 50-120 szat leszereltem, és azt a felszerelést azt átraktam a Somuára, amivel azt tesztelgettem, de hát nem rossz tank egyébként ez a Somua, de én többet vártam tőle, tehát én azt hittem, hogy azért jobb páncélja van. Amikor én játszottam ellen, akkor így nem igazán lehetett átütni. Amikor én játszottam vele, akkor kicsit ilyen 50%-as feelingem volt, tehát nem feltétlen venném én meg, hogyha bekerülne a Premium Shopba a Somua. VK31P-re a trollágyút ajánlom. Ja, tényleg erre van trollágyú is. Hát nem tudom, nekem egyébként ez az ágyúval teljesen bejön. Még nem fullos ugyan, mert a legjobb motor, azt hiszem, az nincsen meg rá. Ez az egyetlen egy egyébként. Tényleg ilyen tigris ágyú van, tehát 88 mm-es, igaz, hogy az átütése az nem a legjobb. De szerintem egyébként semmi probléma nincsen vele, tehát pontos. A tírjében attól függetlenül jó átütése van, egy fasz a német tankkal, vagy egy kis francia Lorraine. De amit megvettem volna tankot, az a, ez a Chrysler. Bár sokan azt mondják, hogy nem is nagy probléma, hogy lecsúsztam róla, mivel az átütése véget randomban nem a legeslegjobb tank, amit lehet vásárolni. Tényleg egyébként én úgy vettem észre, hogy a legeslegjobb vétel így heavy tankok közül, ez az M6A2E1 is jó, ez a troll, tudjátok, ez a mutáns. Az a mutáns tank, még azt mondják, hogy az teljesen jó és használható. Meg van az a... hát meg a löve. Ezeket mondják, hogy ezeket a heavy tankokat éri megvenni. Ja, hát meg nyilvánvaló a Defender, de hát... arról is egyre több negatívumot hallok inkább. Mondjuk a szűküléssel vannak bajok. Tehát szűkülésben nem a legeslegjobb, tehát nem verhetetlen tank. De tud ilyeneket is lőni, tehát nem feltétlen kell fúra beszűkülni. Ez mondjuk így kellemetlen neki. Hátsó tornyos véke. Hát ez kicsit kellemetlen volt ez a kör, mint hogy jó, de hogyha még ki tudtam volna lőni egyet. Ó, itt a Stefanus, itt a Steffi, itt van, tiszteletem. Köszönöm szépen, hogy benéztél. Konzolans Soma 48,47 szek alatt tölt be, sose venném meg. Hát egy 48 szekes töltésnél én sem nagyon. Ez így is van, a németek trollgánya max csak tier 5-ben jó. Hát igen, egyébként most, hogy mondjátok, lehet, hogy kéne veletni egyet. Ez a csodálatos 3G márkos trollgánnal. Mit szóltok hozzá? Csapjunk csak rá egy célzás gyorsítót, akkor nem mehetünk is vele egyet. Egy fejlesztett célzórendszerrel. Valamelyik nap játszottam a kis tuggal. Hát akkor nagyon csúnya dolgokat műveltem ezzel a trollágyúval. Szervusz István Kovács! Ja, Meló az erre veled meggyógyultál. Ó! Itt a Meló. Hát a Melóhoz kitartás mindenkinek, meg a holnapi iskolához is. Lucz, köszönöm szépen, Tomi MC! Nikola Miklós, üdvözlöm! Szép jó estét kívánok mindenkinek! Defi egy rakat kaka PC-n. Ma betették konzolshopba. Legyen kívánságkosság dardával. Úgy van, egyébként az is van. Tehát lehet tankot kérni teljesen nyugodtan, de várjatok, mert eddig volt egy Object 430 út, amit fogunk teljesíteni, csak először majd farmolnom kell. Azután lesz egy Typed Heavy-s kör, utána egy Panzer 1C, akkor ugye most a Stug. Tehát így előre láthatólag így lesz egy-két tank, amit még így a szolgálatba kell hozni. És 3G márkos tug
Imádom ezt a tankot egyébként, nagyon jó kis cucc. A fordulékonyságát egyébként mai napig nem veri semmi tier 5-ben. Meg még magasabb tierben is eléggé nehéz egy olyan tankot mondjak, ami... Hát mondjuk, hogyha ezt eltalálom így az oldalát, akkor... Az lehet, hogy csúcsú. Szegény Panzer T-25-nek. De ezt most megúszta. Derp, 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 derp. Na. Pedig az majdnem megvolt. KV2-t a népnek. KV2-e sem nincsen, tehát a garázsban nincsen jelen pillanatban, és most van 188k kreditem. Ma vettem 3 tankot is, tehát ez ezért van. Azért is mondtam, hogy majd lehet, hogy inkább tier 8-aznom kéne. Lúcol lehet csak tankot kérni? Nem. Nem feltétlen. Tehát nála nem így működik. Gyerünk már rá egy út, találjunk már el vele valamit. Na, tessék, hát. Stug, gyerünk már, hát még csokit is raktam beléd. De mást is fogok beléd rakni, hogyha nem működsz. Aha, ott bizony volt valaki. Az a baj, hogy szerintem a Churchill 3-at azt meg nem ütöm át frontból, kumulatív lőszerrel, 104 mm átütésem van csak. Hát az ilyen lövéseket meg szerintem el is engedhetjük. Hello, szervusz Ferenc Szűcs, tiszteletem Ferenc. Köszönöm szépen, hogy itt vagy, hogy benéztél ebben a csodálatos streambe. Ó, közben itt jön a KV1-es, hoppá, itt egy kerítés darab. Üdv, hello, szervusz Levente Karkus, tiszteletem. Ott azért szerintem kerítés fogta fel, vagy már ott volt a ház inkább. Aj, nem hiszem el. Azt mondja, végre nem PUBG. Hát egyetlen egy PUBG stream volt itt. Ezen a csatornán. Mostanában. Jó, régebben is volt, de hát az tényleg régebben. A Churchill? Ja, ez Churchill 1-es. Én azt hittem, hogy Churchill 3-asról van most szó. Ez a löveg. Nem tudom, mi van vele, pedig... Amikor játszottam vele, én ezzel bármit eltaláltam. Bármilyen messze volt tőlem. Az a bizonyos tank. Na mindegy, roham TD-zzünk egyet, én azt mondom. Még nem pont KV1-es ellen kéne. Panda Ken, tiszteletem, szép jó estét kívánok mindenkinek. Aki itt van a streamben. ...72-es sebzés, hát... Nem egy Bangó Margit. 54-es sebzés. Ajaj. Ebből baj lesz. Sziasztok, szervusz Danika! Tiszteletem, szép estét kívánok mindenkinek, jó sokan lettünk. Istenke tartsa meg jó szokásotokat, nem adja a stug. Hát nem, nem adja a stug. Jó, mondjuk igaz, hogy a 3 gammárkovat nem ezzel a löveggel húztam ki rá. Te keceli paprika. Hát jó, mondjuk így nem nagyon fog átütni. Azt nem úszott meg, úgyis van. Töltöm is a kumulatív lőszert, hát mondjuk szerintem a KV1-es seggét se ütném át vele. KV1-esre mehet a kumulatív, azt mondod? Egyetlen egy HP-m van, srácok, nem tudom, figyelitek-e. Úgyis van egy pofon. Jó, az király, hogy most erre eljött a KV1. Ugye mondtam, hogy neked egy stug 4, igaz? Igen, 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 azt írtad. Vagy meg lett neked a stug 4-es. Hát az első kampánytank, ugye? Te vagy az izzent agyú. Hú, de lekaratéztem a like gombot. Hú, de nagyon jól tetted, Elkantor, köszönöm szépen a like-ot. És úgy szintén mindent. 80 mm-es a KV1-es frontja. Hát nekem az a baj, hogy általában mindig benyelte a kumulatív lőszert.
Azért nem is nagyon erőltettem én vele. De köszönöm szépen közben az információkat. Na, Churchill. Nézzél csak már másfelé. Kukkancsál csak el. Várjál. Aj, nem már. Nem baj, egy HP-n túléltük az egész mutatványt. A hatos ágyas túra nagyon bejön. Hát igen, igen, hát én azzal szedtem ki rá a 3 gammárkot, mert 3 gammárkos a stug. Viszont ezzel meg szeretek trollkodni. Plusz egy like, köszönöm szépen István. Köszönöm szépen mindenkinek. Ó, 4K XP. És így is másodosztály. Meg 759 sebzést. Veressünk ezzel még egyet, én azt mondom nektek. Hát, ha jobban fogja adni. Sőt, még jobb is a pálya, tehát Prohorovkán azért jobban lehet amperkodni. Köszönöm szépen a lájkokat. Azt mondja, hogy mi van ellenünk. Van egy 60 GFT, az papír nagyon. Van egy S35 CA, ugye a szappantartó. Nem akarsz indulni a polgármester választáson? Elkántor, most, hogy kérdezed, lehet el kéne indulni, hallod? Polgármester, 17 évesen baszod. Simán. Nekem csak kettő van a stúban. Miklós, meg lesz a harmadik is. Én nekiültem, tehát ez nekem úgy nézett ki. Ráraktam a löveget, nagyon-nagyon tetszett maga a játék stílusa. És hát így el voltam vele, de egyetlen egy gammárkom nem volt, én még a nagyon-nagyon elején kezdtem. Tehát amikor én kezdtem el a játékot, akkor én stuggal játszottam, nagyon nem tudtam vele. Visszavettem, volt már akkor vele egy ilyen jó 200 meccsem. Visszavettem, mondom, akkor játszogatok vele, mert mondom, akkor haladok ugye a Jagdpanzer L100 felé. És ez úgy nézett ki ez az egész, hogy én elkezdtem ezzel játszani, és egy 50 meccs alatt ráraktam a 3 gammárkot, de teljesen nulláról, tehát nem volt egyetlen egy gammárkom se rajta, és kiúztam rá, egy ültem be, ahogy hívják ott. A 3 gammárkot. De tényleg, az a tank, az egy imádás volt. Nagyon szerettem. József Szásznak nagyon-nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Hát igen, nekem ez így működött. Plusz 10 like. Micsoda? Kösz szépen. A KV1-esnek azért gyengébb frontja, mert a KV1 sport, és kellett belőle szerválni pár kilót, hogy gyorsabb legyen. Hát azt tudom. Azért is utáltam nagyon régebben. Olival átlőttem a vonat alatt, és kivettem a VK-ból 850 HP-t. Nice. Nekem a KV1-esen van gammárka sim, a KV1-en van 2. Plusz 10 like, mert én zsűri vagyok. Te igen, zsűri vagy, Gergő, jó tudni. Na, itt egyébként a TD-k nagy ellenfelek, tehát az S35 CA az nagyot sebez, az 300-at is, akár. A 300 alfás. Recseg a mikrofon. Az anyja 700-át neki. Várjatok meg, szögelem megint. Most remélem ismét jó. Picit nálam recsegsz. Jó, most szerintem jó lesz ismét. Remélhetőleg. Nem tudom, mi van vele, pedig srácok, de hát tényleg egy Auna mikrofonnal dolgozok, tehát nem olcsó. És úgy recseg, halljátok, mint a picsa, akárhogy állítom. Nem írta oda a hármast. Na mindegy, azt mondja, hogy ott a Su-85-ös. Hát elég eldugta magát a szemtelen. A kis sunyi. Most jó, itt a Maci. Maci kolléga, delég láttalak, hallod? Hát még rendszerváltás előtt találkoztunk. Hát tiszteletem. Sziasztok gyerekek, itt a Pussy Destroyer is a csodálatos nevével. Szép jó estét kívánok mindenkinek. Igen, király hangminőség. Hát, a hangminőség az király, csak kár, hogy recseg. Ez az egyetlen problémám van vele. Hát, meg szerintem most lesz több is, de aha, ez úgy jó. Hát jó, úgy látom, hogy a stúgot nem kell erőltetni a mai nap
folyamán, de hát ez így ilyen. Hát macikám, köszönöm szépen, hogy visszatértél. Kellemes meglepetés volt számomra most. Na, én szerintem nyomatok egy Lorént, mert eléggé ki vagyunk fogyva kreditből. Hát Maci, hogy ne ismernélek, hallod? Hát mikor láttalak én utoljára itt a cseten? Amikor volt ilyen 80 feliratkozom? Kb. Hát annyi se. Akkor láttalak én itt, nevet kell változtatnom. Ja! Hát mondjuk a matchmaking az most még úgy, ahogy kegyes ismert Lori 40 tével általában azért tier 10-be szokott tenni. Tehát az ott nem is meglepő egy Lorénnal, hogyha oda feldob. Tehát azzal nincs is probléma, de most csókolom osztok. Mi a lángosa? Itt a patya 26 is, derég láttalak téged is, patya. Srácok, visszatérnek itt a régi nézők. Üdvözlök mindenkit. Mondjuk patya ő talán pont, hogy PUBG-re jött. Cseten régen nem vagyok. Nagy cset hős. Lehet jönni szakaszba? Igen, lesz szakasz, srácok. Tehát aki szeretné jönni szakaszba, az írjon rám játékon belül. Dobjon rám egy üzit, és akkor lehet jönni. Hát most kérdéses, hogy hova menjek. Mikor lesz meg a 259.316 feliratkozó? Hát nem tudom, először legyen meg az 1000. És majd utána majd beszélgethetünk erről. Jézus úristen, 200 sose lesz annyi. Meg az 1000 se lesz meg szerintem. Na mindegy. Hát ide mi jöhet? Az egy nagyon jó kérdés. Hát igazából ez olyan pozíció, ahova bárki jöhet. Tehát TD-től kezdve még Artit is láttam, képzeljétek el. Igaz, mondjuk a projektorra számítottam. Köszönöm szépen Nikola Miklósnak a Lutz kommentet. Nem, én bot miatt vagyok. Vagy miattad? Na jó kérdés, patya. Nem, én tényleg úgy... Istvánnak köszönöm szépen a feliratkozást. Úgy emlékeztem egyébként, hogy PUBG-ről jött, vagy amikor PUBG-ztem, akkor jöttél. Szegény Centurion. Hát elnézte a házszámot, szegény. Hát pedig úgy lett volna egész a tál, hogyha 430-at is beütöm, de hát ez most nem sikerült, mindegy, így is egy ezres kiröppent így. Gyorsba, egy 983-as. Hát a Centurion 5-1-es az annyira nem örül magának, mint én most magamnak, de az már a másik kérdés. Srácok, egyébként itt a nézők közül kérdezném, hogy van akinek megvan a Leopard 1-es? 10-es német médium? Mégis milyen az a csodálatos tank mostanában, mert nagyon sokan panaszkodnak rá, de egyébként ez már a 9.22 óta. Tehát már nem mostanában áll fent ez a probléma. Tehát a Leopard 1 ez már régóta azt mondják, hogy eléggé gyenguszka. Nem éri meg kifejleszteni. Bár mondjuk én most nem is mennék le, mert nem állok sehol. Közönség találkozó lesz. Hát egy olyan számnál már lesz. De most így egy 650 feliratkozóval érted a közönség találkozót. Eljönnének rá ketten. Mondjuk annak örülnék, ha legalább ketten. Jaj, pont akartam mondani, de jó lenne a Jakpantertől nem kapni egyet. Na, Emil 2, az nem is tudtam, hogy ilyen. Ilyen gyorsan tud lőni, hogy ellőtte magát és már repült a következő. G szépen játszás, mert kihúzom a netet. Jaj, elnézést. Ez egy komoly fenyegetés volt, tehát most már óvatosan kell innentől. Miközben itt elkezdem engedjé szakaszba, hát na várjál, akkor meghívom őt. A Gergőt. Meghívom az Ádit.
Nekem megvan. Vannak jobb, meg rosszabb körök is, de átlagban én meg vagyok vele elégedve. Hát, Krisztián, ezt jó hallani. Mert én kérdeztem ugye sok embert, akinek meg volt, azt mondják, hogy nem feltétlenül éri meg kifejleszteni, mert a mostani metában nincs helye. Tehát nem igazán tudja felvenni a harcot például egy 430 U ellen, bár mondjuk nem is tudom, hogy lehet összehasonlítani a kettőt egymással, de mindegy. Tírhat. Hát. Még most inkább jobban mentem volna egyet a Scorpionnal. Toljuk 8-assal, srácok, mert nincs kreditem. Tolok is egy kredit szorzót. Kis kredó is, hagyj jöjjön. Meg akkor zizzent agyú kollégát is behívom. De viccen kívül akkor, ha lehetne. Mi? Szeretné szakaszozni, akkor állok elébe. Na. Akkor meghívlak szakaszba. Zizzent agyú kám, azt akkor lehet jönni. Gyere el Dunavecsére, és akkor szólok haveroknak, minimum 3 ember lesz. Ja, megyek. Most indulok, baszom a nyakad. Most gondoltam, hogy felveszem a cipőmet, azt már megyek. Várjál, jövök. Jó van, jó van, jó van, csak gyorsan. EU2-n vagyok, tehát most ezért megy ennyire a játék, a játszás. Skorpiongé, remélem valami jó városi pályát ad. Általában azt szokott adni. Meddig maradhatok? 3 karikáig. Na, gyerünk, 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 zizzent agyukán. Tegyed azt a tankot. Úgy is van. Hagyd menjen. Na, Scorpio G egy jó Himmelsdorfot, mert rég voltam. De nem baj, legalább egy Airfieldet. Egy Airfield, ez egy jó pálya. Eneminél van egy Chrysler. Centrumhoz kajabált be, hogy ingyen krumpliosztás. Szerintem pont az a jó benne, hogy alábecsülik az erejét. Mozgékonysága megfelelő, meg az ágya tökéletes. Hát igen, Krisztián, egyébként ez így van. Tehát ez egy, hát az egy gyors tank. Kicsit ilyen 30B-s játék stílusa van egyébként, csak annyi, hogy a 30B-nek most el lett egy kis páncélja. Hát nem mondanám azt, hogy egy 430 U lett páncél ügyileg, de az a toronypáncél, az a kis plusz buff azért az elég sokat dobott magán a tankon, szerintem. Hát régen ott lőtted, ahol nem akartad, és meg ott is bement. Ja, meg tényleg az ISM-mel is kéne még játszani. Mert ugye azt is tegnap vettem meg a tegnapi stream vége, közepe felé. Tehát igen. Viszont a 30B-t az most már annyi, hogy azt nem becsülik alá. Az tényleg az egy jó tank, a 30B, az egy komoly kis cucc. Tényleg brutális a mozgékony, jó DPM-e van, nagy alfasebzése, jó átütése, pontos. Tényleg a 30B-ben minden megvan. Szerintem egyébként a Leopard 1 is ilyen, csak annyi, hogy ott tényleg egyáltalán nincsen páncél. Tehát a Leopard 1-hez türelem kell, meg nagyon jó pályaismeret, tényleg megtudhatod azt, hogy tudnod kell azt, hogy mit engedhetsz meg vele, mi ez, vagy mi ellen mehetsz be 1v1-be akár, stb. Stb. Azért kell rendelkezni egy alapvető tapasztalattal. Azt mondja, hogy van itt egy LTTB szélén. B5 és B6-nál. Köszönöm szépen, srácok, a lúcokat. Tehát ennyi lúcot hallod, még életemben nem kaptam. Rengeteg érkezik mostanában, köszönöm szépen nektek. Lúc 1, köszönöm szépen, Tommy MC. Rengeteg lúc küldöm van. Igazából régen csak Mr. Perfect küldözgette. De ő mondjuk lelkesen. Tehát ő is rengeteget küldött, aztán mostanában Tommy MC, Miklós is rákapott, meg Patrik is, meg még tényleg rengetegen, nagyon-nagyon sokan külditek nekem, még a végén lehet lesz belőle még valami kis bevételem is, aztán lehet venni izét. Plusz ramot, vagy esetleg félre rakni már most a karácsonyi dobozokra. Abból viszont szeretnék csinálni egy videót, tehát akarok venni egy ilyen jó 30-as vagy 70-es pakkot,
Aztán kicsapni a pirosat, kinyitogatni, tudjátok, voltak ezek a 75-ös pakkok, ez a 30 ezer forintos bundle. Azt megvenni, azt egy videó keretén belül, ezt így felvenni, kinyitogatni, aztán felcsapni csatornára. Sokra megy, Lutz. Így igaz. Sok kicsi sokra megy. Hát már lassan összedobtok nekem egy kiló kenyére. Na. Hát ezért szeretem a skorpiót. Kabó sincsen, hát ágyúd az van, de csak az úgy dísznek. Jó van, STB egy valószínű. Azzal a nagyon-nagyon pontos ágyúddal. STB egy szerintem is. Az STB1-nek olyan az ágyúja, mint valami, nem tudom, egy eltört kolbászt. Jó, hát a standard B az nagy profi. Nem tudom, mi van itt, megtáltosodtak a lövegek, vagy mi? Pedig pont dicsértem a mai nap során ezt a Scorpio G-t, mert elég szépeket lőttem vele, meg elég jó meccseket hoztam vele. Hát lőttem vele a mai napon is egy ilyen jó 5K-s karikát. Most meg, tehát egy fura beszűkülve, így nem találtam el a... Mi az Isten, a T-100 LT-t, és fura kint volt, de hát láthatok, kicsi. Három Rolls-Royce Phantom belefér a Lutz milliókba, simán, hallod? Itt, már itt áll kettő a ház előtt. Pedig igaz, mondtam az ének, a szolgának, a komornyiknak, hogy ne ide a napsütésre parkoljon, ide a pálmafa alá, de hát mindegy. Majd lefestettem, érted újra. Itt kempelnek fent. Na. Mik vannak itt? Azt mondja, itt egy revó. Itt amperkodik. Na, hát. Érdekes, érdekes. Gondolat. Szép. Na mindegy, itt hagyom addig a szakaszomat, aztán nyomatok egyet ez az ISM-mel, azzal a csodálatos tankkal, ami még stok, sajnos. Hát azzal a tankkal szerintem én meg fogok őszülni, mire meg lesz rá jobb torony. Stok, löveg, teljesen stok, tetőtől talpig az az ISM, de mindjárt meg is mutatom nektek. Ja nem, elnézés, már a lánctalpat azt már megvehetném rá, tehát azzal már tudok valamit kezdeni. Még 28k XP a második löveg. Ha azt megszereztem, utána 14k a jobb torony, ha az is megvan, akkor utána rámegyek a jobb motorra, utána a lánctalp, aztán fullos. De hát addig meg fogok őszülni egy az egyben. Ez nagyon sok még. Főleg ami ezzel a löveggel, hát ami ezt a löveget illeti, ezt a D25T-t, ezt meg alapból szerintem nem kell bemutatni. Tehát olyan szórása van, mint a Bozsár ágyúnak, nem ilyen izé, 17. században. Voltak ilyen pontosságú ágyuk szerintem. Hát szégyen gyalázat. Sidescrape-elni meg azért nem lehet vele, mert ugye mindenki rögtön a tornyomat lövi. Azt meg igazából itt 100 mm-es toronyfronttal. Szerintem azt akár lehetne lövöldözgetni egy T-34-essel, akár egy, nem tudom, egy 59-16-tal, tehát ezt a tornyot így bármi átüti. Az ISM szerintem fullosan sem jobb, sajnos szar az ágyúja. Na hát ezt jó tudni. Ezek a jó kis buzdító kommentek, hogy az ISM még fullosan is szar. Hát akkor szerintem ez kicsit olyan, mint az IMX-M445-ös. Tier 7-be, csak ez Tier 8-ban. Mindegy, valahogy ezen is túl leszünk, aztán a 705 az már csak jobb. A 9-es verzió, az már azért csak használhatóbb, mint ez. Már hát eddig ettől nem vagyok eldúramva ettől az ISM-től. Jó, mondjuk nyilvánvaló, hogy 175 mm átütés, szinte átlagban full Tier 10, meg hát ugye a toronypáncélomról nem is beszélve, mondjuk a másiknak annak kicsit átüthetetlen. Tud, van a HGV pálya, és ott van egy tornádó. Mi lenne, ha elszabadulnád a tornádó tank? Hát...
Szerintem azért a tankot nem bírnál felkapni egy olyan erőségű tornádó, de csak jól néz neki. Amíg várjuk, hogy nagy Darda mester a szakaszunkhoz, addig nézzük, mit alkot az ISM-mel. Azt jól teszitek, srácok. Pont 9.0, köszönöm szépen, hogy a 9. lúcot küldi a srác. Köszi szépen, Patrik. A mai napon. Amit szerintem már még ő se tudta már az 5. 6. hogy hanyadik lúc komment jön. Tehát az is lehet, hogy már ahogy az simán volt a 10. Kösz szépen, Patrik. De egyébként úgy vettem észre, hogy maga a tanktest a sidescrippelése vagy egyébként nagyon durva, tehát arra azért lehet használgatni kőkeményen. Viszont annyi van, hogy a toronypáncélomban nem vagyok megelégedve, tehát az ilyes. Ezt a hátsó tornyos dolgot kell vele folytatni, akkor esetleg még lehet vele valamit alkotni. Tigris egy amúgy, anyáddal mi van? Mert te láttam, hogy a meccs elején is nagyon nagy profi voltál. Nézd meg. Palival mi a helyzet? Gyerek nem enged meg kimenni, vágod? Hát jó van, fiam, figyelj. Tessék. Jézus úristen. Hú, kurva nagy a baj, srácok. Kurva nagy a baj. De nem baj, ez a szomó az ott legalább egy kis jó fedezéket fog nyújtani. És nézd meg. Jó, basszátok meg. Na, és most igazából azért nem tudom fenntartani a pozíciómat, mert a gyökér gyerek, ő itt előre-hátra táncolgat. Tehát nem értem ezt az egészet, ezt az egész kigondolást, hogy a srác az mégis mit szeretne itt. És figyelj, majd most itt megáll előttem. Még véletlenül se tudjam beütni a tigrist. Most egy CV van, mennem kell, sziasztok, semmi gáz, Ádi. Kösz, hogy jöttél. Jó CV-t. És természetesen eredményes CV-t akartam mondani. De hát ilyen állapotok mellett nem nagyon lehet kifejeznie magát az embernek, mert igazából már most szép felkúrt az agyamat a Tigris 1. De azt figyeltem egyébként a meccs elején is, tehát hogy a T25-2-nk az AFK volt valószínű, és a gyerek azt így tolta végig a pályán. Nem kikerülte volna, megnyomom az est, kicsit várok, míg elkószálódik előlem, aztán majd elindulok, nem. Palinak az esett jól, hogy ő tolt, de ezt a gyereket azt még úgyis segbe fogom lőni, tehát ezzel nincsen probléma. Nem fogja megúszni. Már is volt egy ugyanilyen srác, csak hát gondoltam, nem akarok panaszkodni, aztán hát ugyanez történt. Csak ott annyi volt, hogy álltam fent a bokorban, nyilván nem ISM-mel, hanem az STRV 74-el, és a becset 12-t és gyerek. Ez így full izomból belém jött, és én voltam a blokker. Engem elkezdett lövöldözni, kék lettem, meg kiszedtem. Tehát ilyen logikusan. Nem mindegy, gondolom azért veletek is elő szokott fordulni ilyen. Hogyha igen, akkor írjátok le itt a legesleg szörnyűbb élményeteket így a csapattársakkal kapcsolatosan. Elküldtem a 10-et is, remélem hamar megérkezik, köszönöm szépen. Patrik. Mert vannak bizony olyan játékos, olyan csapattársak, hogy nem hogy a szőr, de még az ideg is elkap, és megfognád a klaviatúrát, itt lenne melletted, és olyat lebasznál vele, neki, hogy elhányná magát. Konkrétan. Meg azért mondjuk a felső lemezét lehet használgatni ennek az ISM-nek. Tehát, hogy páncél ügyileg egyébként semmi problémám nincs vele. Velem is hasonló volt, csak én amikor belelőttem, emorek volt és bannoltak. Hát az kellemetlen. Egy kicsit. De csak egy icipicit, tehát nem annyira.
Hát igen, viszont itt annyi volt, hogy ugye ő beütötte a tornyomat. Ezzel én meg nem számolva, igazából így meg is haltam. De hát mindegy, itt ez most én voltam a hülye. Mondjuk erre gondolhattam volna, hogy a Stock tornyomat itt simán át bombázza. De hát mindegy. Remény hal meg utoljára, utána meg a darda. Stokos panterrel voltam, bejött meg én, belém lőtt 800-at, kigyújtott, utána lelökött Overlordon, még 1.0 előtt. Az gyönyörű. Az gyönyörű. Ja, és még ugye... Kivel játszottam az előbb? Zizzentagyúval, igen. Isu 152 jött be meg én. Az kellemetlen. Nekem volt Object 140-nel, igaz nem az én karakter, tehát mindegy, az még nagyon-nagyon régen volt. Az Object 140-nel játszottam, és az első gunmarkot húztam az illetőnek, tehát a drága jó testvér bátyámnak, mert ő neki nem sikerült. És játszogattam én az Object 140-jével, és ugye akkor, az, hú, hogy is hívták azt a pályát? Most is visszahozták, az a havas pályát, tudjátok, amit átdolgoztak. Na mindegy, nyomassuk az ISM-mel, aztán egyszer hát, ha majd kifejlődik rá a cumó. És már durván lőttem vele 5K-t, tehát abban a mérkőzésben, hogyha nem lő ki a gyerek a Type 5 Heavy-vel, akkor igazából full lazán meg lett volna rá az első. Na mindegy, a lényeg az, hogy egyébként a gunmark az meg lett, csak nem abban a meccsbe. Szerintem akkor egy ilyen maradandót, tehát egy ilyen 8K-t full lazán összehoztam volna. És úgy nézett ki, hogy a Type 5 Heavy állt hátul a bokorba, és gondolt egyet, és így ripicsá lőtt, és 1900 viszlát. Tehát úgy, hogy kaptam 1500-t, meg kigyulladtam. És én voltam a Kemper Moron, miközben fenntartottam egy egész vonalat egyedül. Hát azért ott is felment a pumpa, nem azért, mert a WC mellé ültem. Arctic Region, igen az. Lutz, köszönöm szépen. Közben most álljunk le az izével, a Rage-el, tehát... Svéd TD-vel nagyban vadászok erre, kedves csapattárs fejre borít. Ez kellemes. Hata. Na várjatok, nekem mekkora szívás, akkor gondold el, a gyereknek Tigris 2-be full stock. Arti az meg felborít. Lightosan. Type 5 Heavy ellen mondjuk nem nagyon tudom, hogy mit kéne kezdjek meg Jagdpanzer E100 ellen. Azzal mondjuk lesz egy-két problémám. Type 5 Heavy, Jagdpanzer E100, Conqueror, Jagdtiger, T-30. Oho. Hát ez így, nem tudom. Sorry, mennem kell, hív a klán. Srácok, akinek CV-je van, köszönöm szépen, hogy itt volt igazából. Hatalmas, megtisztelő figyelmeteket, köszönöm és minden egyebet. És jó CV-zést. Jó egy ilyen híres emberrel szakaszozni, tírja a szakasztársam. Hát nem tudom, hogy itt van valaki, Quickie Baby vagy valaki hasonló. Bár én a hírestől nagyon-nagyon messze vagyok még sajnos, de majd egyszer. Na, közben azt tudni élik, hogy idejön a Type 5 Heavy. Én szerintem nem is vagyok tovább. Én nem megyek tovább, srácok, tehát ezt így hangsúlyozom, hogy egyedül semmiféleképpen. A Type 4 Heavy-n a joint ágyú van, tehát a 600 alfás. Gun van rajta. Ami egyébként egy nem rossz ágyú. Hozzáteszem. Engem meg a szükség, azt mondja Dani. Ó, ha te kis vicces gyerek te. Hát ezt jól megkaptam. Jól van, Emil egyesem. Köszönöm szépen. Jaj, de nagyon jó. Ezért szeretem ezt az ágyút, vagy forintot nem ér. Össze fog jönni, no para. Hát, lehet. Potató célzás, az bizony.
Hát nem, itt igazából az a baj, hogy így az RNG is rá segít szerintem, nagy valószínűséggel. Meg hát az ágyú se áll a helyzet magaslatán. Tehát ez nem az az ágyú, amivel így mesterlövészkedni kell. Még ez az egyetlen egy lövésem ment oda eddig, ezzel az ágyúval, ahova céloztam. Talán ez volt az első, meg hát valószínű, hogy az utolsó is. Hát így biztos, hogyha a panzer lejön érte. Ott egy Oho, meg még valahol egy T-30-as, meg az S1. Meg hát ilyen hasonló kellemes kis gyenge tankocskák, tudjátok, amik az ISM-nek igazából nem is ellenfelek. Várjatok, hogy próbáljunk meg logikusan gondolkodni. Itt túl sok mindent nem fogok tudni elérni, mivel toronypáncélom az ugye nincsen. Ennek a pozíciónak meg pont ez a lényege, hogyha toronypáncélod nincs, akkor legalább mozgékony fürge legyél. Tehát toronypáncélzatom az egyáltalán nincsen. Mozgékonyságom sincsen, de még átütésem sincsen. Tehát ez egy ilyen ördögi kör. Neki is nevezhetnénk. Várjatok, figyeljétek, a hátsó tornyos ösztön azért játszik, figyeljétek. Jagdpanzer, ez mindjárt úgy ki fog durrantani, mint hülye gyerek a lufit. Nem jó játszani a tűzzel. Hát ezt most meg is kaptam. De mindegy, hogyha nem a jagdpanzer lőtt volna ki, akkor a 1390, vagy a 1305. Mennyit sebeztem? Nullát, nem? Én úgy emlékszem, hogy nem lőttem el senkit, nem bizony. Hát mondjuk ezzel az ágyúval. Mindegy, közben nem mutassam itt a kedves nézőket, szerintem engedelmeskedjünk, aztán nyomassunk egy Type 5 Heavy-t. Azt most így szakaszon kívül, hát most ilyen félig szakasz, félig nem szakasz, tehát ilyen félig szólóba játszok. Itt a szakasztársaimtól elnézést ezért. Peressük a Type 5 Heavy-vel. Mondjuk ez most lesz egy jó mínusz 40 ezer, de hát az elő szokott fordulni. Közben a gyomrunk néha-néha felszokott kordulni. Hát ez előfordul. Na! Mint a lefosott kilométerkő, úgy fogunk száguldozni a Heaviside-ra. Ali Dardanov úr, tiszteletem Erik Balog. Erik, akinek a kolbásza mindenkibe beletörik. Tiszteletem Erik. Hello, szép jó estét kívánok neked. És úgy szintén mindenkinek. Köszönöm szépen a megosztásokat és a lájkokat, meg minden egyebet. Tényleg egyébként hány like van a streamen, srácok? Infózzatok, ha kérhetek egy ilyet. Panzerkampfwagen 7 jagdpanzer E100 kíséretében szerintem én el fogok menni hevizni. Mi mást? Egyébként TD-zésre gondoltam először, de inkább ide jövök. Egy enemy-nél van 3 darab I-7-es, egy E100, egy 60 TP, egy Type 5 Heavy, egy Super Conqueror, egy 5A. Hát, nem tudom. A 60 TP az az gáz, enemy. Na, GVL 100K-m, jól van. De várjunk majd gyökör húgyozásnyit. 14 perc, 23 másodpercnél lőtt el a GVL 100. Az 40 másodpercet hol tölt be? Sőt, 37 másodpercet hol tölt be? Rekord, kösz szépen Patrik! A ponty 10.0-át, tehát süss ki a pontyot, és ezzel a fiatal ember egyébként 10 luc kommentet küldött el a mai nap folyamán, 2 darab stream alatt, tehát volt egy PUBG streamen, most a bot, hát jön az IS-7-es, 2 darab, egy Type 5 Heavy, egy E100, ment a like haver, Commandant Paul, köszönöm szépen Commandant, Commandant Faundit, hát ez ne így legyen, de köszönöm szépen a like-ot. És a megtisztelő figyelmet. Hatalmas király vagy, pacsi.
Az a gúnárnyakú gitárszájú ilyesét, hogy szarjon egy kilószöget, hogy ide mert jönni. Az elszállás az egyébként az kóvályú, mint gólya szar a levegőbe, tehát hogy előre-hátra mozog, attól függetlenül meg így is úgy is át fogják boxolni. Azt a harapásnyi cipónyakát. Jól van, ilyesét. 30 szek körül van neki, az kellemes. Tier 10-es Artinak 30 szekes reload, az kell, az fontos. Az nélkülözhetetlen kellék. PUBG-zán azt mondja, 10-en se voltak. Persze, hogy nem voltak, mert még nem vettek fel a csoportba, még nem is engedélyezték a bejegyzésemet, azért nem voltunk annyian. Meg hát itt ezen a csatornán igazából ez az új kezdődött, hogy World of Tanks, tehát itt azért jönnek rengetegen. A Typed helyi az... Hű, micsoda 613. Kicsit forgatjuk a tornyot, nagyon szép. Kicsit engölölni kell a tornyot egyébként, srácok, tehát hogyha Type 5-tel játszatok, akkor hogyha ráfordítjátok egy kicsit a toronyfrontotokat, akkor nagyobb valószínűsége pattintotok lövedéket. De hát ez nem mindig szokott összejönni, tehát azt mondom, az... Ez nem általános tény. Az Object Arty a legbetegebb, szerintem fullos töltés gyorsítóval 28,5 szek. Tudom, hát ez nagyon, ez rendkívül gyorsan tölt, azt tudom. Ezzel nincs is probléma. Na, lapra szereltik-e a bútor? Na, innentől hogy fogunk előre mozogni, kérdezem én, kedves bajtársaim. Hát sehogy. Úgy is van. Hát jó lenne, hogyha lenne egy kis segítségem, mondjuk a 268-as, hogyha egyet oda küldene valakinek, az szép volt, az kellett, mint egy falat kenyér. Az elszállás jó, azt levettük, azt a lövést is. Ez jó, hát nem tudom, hogy mi volt az elképzelés ilyes hét. Jó lenne, nem ütne be az elszállás. De bizony beütött. De jó, de legalább pattintottam az ilyesetet. Menjél csak vissza magadnak. Hát ja. Próbáltam ebbe húzni magamat a roncs mögé, hogy hát ha sikerül, hogy az ilyesét addig ne tudjon lőni. És mondom, akkor még egyet visszaküldök az elszázasnak, de hát sajnos nem sikerült az ötlet. Hát mondjuk a 268 az többet is segíthetett volna, de mindegy. És rohadt pontos, igen, tudom, Mr. Cactus tiszteletem, már nagyon érik, hogy kihúzom ezt a type-ot. Ó, csá, Krisa, hát halott, téged is régen láttalak, tiszteletem, uram. Nem rossz tank ez egyébként, hogyha tudod használni. Meg aki mondja, hogy hú de OP, meg hú de beteg, hát akkor azért nem játszott type-ot heavy-vel szerintem. Mert azt tudni kell, hogy azért egy ilyen nehéz tank alatt tudni kell játszani. Tehát attól függetlenül, hogy van 270 mm-es frontpáncélod, az nem azt jelenti, hogy átüthetetlen vagy. Hogyha megnézed, egy 430 U-nak ilyen 340 mm-es átütése van kumulatív lőszerrel. Tehát azért a 270 mm-es frontodat azt ott át fogja lőni, ahol nem akarja. De mikor lesz facecam, facecam akar, vagy facecad, vagy facecam, nem tudom, nem vagyok szárnyas madár. Hogyha fészekre gondoltál, hogyha meg facecamra, akkor meg igazából hamarosan. Még ebben a hónapban. Várható. De hát ki tudja, mit hoz a sors. Ez sok mindentől függ. Hogy viselkedtek a cseten? Nagy valószínűséggel ettől is egyébként.
Mi jöhet a városba? 113-as, hát nyilvánvaló, hogy a Havik, Panzerkampfhagel 7, E5-ös, 50 TP, Conqueror E75. Hát én bemegyek inkább a városba, de nincs kedvem ott lent bóckodni. Főleg a szar oldalra is tett. Szóval mindig itt vagyok, csak közben voltozok, vagy valami más csinálok, csak hallgatlak közben, meg ránézek a csatára, hogy mizu. Csak ritkán köszönök. Megint recseg ez a fostalicska, várjatok. Szögelés. Van. Persze, hogyha menet közben nem borítana fel a gyökér. Jó, na most elméletileg vissza a lágy hangod, Dardany. Ah, ugyan, patya. Te kis szerény fiatal ember, te. Elrabolod a lelkét itt a Dardának, te szemtelen. Hát remélhetőleg most már nem recseg, mert meg fogom állványjal együtt, azt úgy kibaszom a negyedikről, hogy csak úgy zörögni fog, hogy a faszom eldurran, hogy 30 ezer forintért ilyen szájba kúrt, lehúgyozott, ronyba tekert, állomásig csavargó, becsavart, sárga csempés, felpolírozott, féllábú, afrikai tehén hangozatú, retkes, szemtelen, mocskos marinéni. Az, hogy ilyen kont, vagy ilyen szájba rakott mikrofonokat lehet rendelni erre a mocskos internetről. Hát azért a lófasznak is van vége. Még mindig. Ó, hogy bassza meg akkor az anyját, most már komolyan. Várjatok. Várjatok, várjatok. Elnézést, srácok. Na, most. Bocs, hogy szólok, de recseg. Ugyan, köszönöm szépen, hogy szólsz. Sőt, hatalmas köszönet érte. Hát most... elméletileg jónak kell lennie mostantól, remélhetőleg. Kérlek, írjatok, hogy mégis milyen helyzet. Hogyha nem jó, akkor jó, na végre, végre jó ez a szar, az a húgy, ez a fos. Mit állítasz rajta ilyenkor? A hercet. Tehát, hogyha lejjebb állítom a hercet, és ugyanúgy vissza fel, amennyim volt, akkor abba adja. Egy ideig. Tehát most nem tudom, szerintem vagy a hangkártyám a szar, és a mikrofon túl jó hozzá. Ami mondjuk szerintem megint csak lehetetlen. Jó, persze, persze. Nyilvánvaló mindenki itt a mezőn fog eltrekkelni, egymás után 25-ször. Szervusz, Irda! Nagyon jó, kösz szépen, Dávid 75, tiszteletem. Itt a Joe is. Tökéletes király, kösz az infót. Persze, jó van, hitbox. Igen, szeretlek én is. Szarnál szöget, komolyan mondom. De vicc egyébként, hogy ez a hitbox is mi a tetit össze tud művelni, te. De meddig? Hát ez az. Pénzboost, meg legénységi boostot ad egy-egy darabot. Igen, srácok, az az I am thirsty, tehát, hogy én szomjas vagyok. Cool, hogyha ezt beírjátok a Wargaming oldalon, ezt aktiváljátok, akkor kaptok egy credit boostert és egy legénységi boostot. Egyet-egyet, nem többet. Azért nem kell elszállni. Hát ez is több, mint a semmi, srácok. Ezt is tiszteletbe kell tartani, hogyha ezt aktiváljátok, akkor... köszi szépen, Irda, egyébként, hogy beírtad, hatalmas köszönet érte. El is felejtettem már. Drivereket frissítsd, hát ha... hát ezzel az a szomorú egyébként, hogy a leges-leges legfrissebb driver van rajta mindenből a gépen. De tényleg még szerintem az utolsó áramkörig a legfrissebb verzió van fent, tényleg mindenből.
És az a szomorú, hogy nem változik semmi. Lehet egyébként, hogy újra kéne rántani a gépemet. Az lenne a megoldás. Jaj, de vicces. Gyönyörű. KV2 és KV1-es. Micsoda? Ezek a kódok, mint a Daisy standalone-hoz lennének. Hát igen. Szegény L75-ös nem igazán tud ellenem mit kezdeni, bár mondjuk én sem tudom őt átütni. Eddig a percig. Jó, hát nyilvánvaló, hogy GV Tigernek még azért bele kellett kotnyeleskedni. Végre azért 15. próbálkozás azért sikerül kimondani. Gyere T-54, próbáld meg. Szegény. Nekem Asus ROG Strix B250F-es alaplapom van, és a volt alatt recseg a hang. Ja, akkor jó. Tudom, mi van a 1060-okkal, mert egyik barátomnak 120, a másiknak csak 90, ugyanaz a konfigjuk van. A 1060 egyébként nekem is szokott mostanában érdekes dolgokat csinálni, amit eddig soha nem csinált. Ilyen érdekes dolgokat, de egyébként semmi komoly, tehát nem olyanokra kell gondolni, hogy felhevül 600 fokra. A GV Tigert azt most tényleg ráhúzom a kolbászomra. Vagy nem, mert a TVP az mesterlövész, és csak most lett spoton. Szerintem lambda szonda problémája van a gépednek. Lehet. Lehet. Meg kéne szondáztatni a hangkártyát, mert be van állva, mint a gerej. ...3600 sebzés, 3600 blokk, ez teljesen jó meccs volt. Na várjatok, azt mondja, hogy kéne nyomatni. Hát az ISM-mel nem traktálak titeket. Meg kedvem sincsen most szenvedni, megmondom őszintén. Viszont skorpionozni kéne. Akkor kapnak, hogyha a hús csatát lejátszanak, és benne kell lenni a top 10-ben. Igen, csak akkor kapják meg a kódot, vagy ez hogy működik? Kedves Dardanov, az volt a kérdés, hogy kávé egy után melyik ágat érdemes tovább vinni. Ja, hogy az volt a kérdés? Elnézést! Várjatok meg, közben pont állítottam azt a teribe vett mikrofont. Hát a KV1-et, tehát a KV1-es úgy az IS-7-ig azon az ágon, de egyébként, hogyha így is úgy is a KV1-et kell végigvidd, mert hogyha az Object 270-et akarod kifejleszteni, tehát a 10-est, ami a T10-ből jön, az is azon az ágon megy, tehát úgy is a KV1-eset ajánlom. Az IS-4-et, tehát a T150 ezen végig, azt úgy annyira nem. Kódot egy hit band kapsz. Így igaz, az I am Dardát, ha beírod, kaptok egy... Hát kinek mit ad? Tehát ez ilyen random kód. Lehet, hogy egy hit band kapsz. A YouTube-ról is, meg mindenhonnan. Az is lehet, hogy kapsz egy 10 000 goldot. Próbáld ki. I am Darda is akkor. Köszönöm szépen a Lutz kommentet. Ösmiét. Ezek a kis Type 59-ek ott. Hopp, egy 493. Milyen játékokkal szoktál játszani? Kérdezi Dávid. Hát Dávid úr, én PUBG-vel szoktam játszani nagy ritkán, de így általában inkább VOD-tal. World of Tanks-el játszok. PUBG. Hát igazából ezzel a kettővel, tehát másra nem nagyon szoktam. Sziasztok! Szervusz Rácz Kristóf, Hali! És oda a Dardanov, vagy héti kölcsönözte Scorpion G, és már rajta van a Gunmark. Na hát én ezt a Scorpion G-t, én ezt megvettem.
és van vele közel 1600 meccsem, de egyébként az is lehet, hogy több, nem tudom, nem szoktam figyelgetni. Tehát én ezt nem kölcsönöztem, én ezt megvettem, én kölcsönözni a Samuát kölcsönöztem. Mondjuk a német bulldoggal jobban jártam volna, szerintem. Nem akarok örökké valóságig játszani, a tízest megszerezni nem célom. Akkor is a kávé egyet húz tovább, tehát a kávé egyes, azt az ágat ajánlom, jobban, mert ez fun. Figyeljétek, azt az egyetlen egy repeszt beáldozom, de én, hogyha repesszel szoktam lőni, akkor tudni élik, hogy nem találom el vele a célpontot. Figyeljétek. Hát most azért sikerült. Super Mario-t kihagytad, Darda. Igen. Hát mivel nincs 11-es tank, nem igen lehet más célod. Hát igen, az a másik. Amúgy. Hát más megszerezni nem igazán fogsz tudni, mint a 10-est. Tehát ja, én a Scorpio GT-n azt megvettem. De hát én ezt már nagyon-nagyon-nagyon régen. Tehát ezt már... Hát ez a nyár volt... Hát én ezt két nyárral ezelőtt vettem meg ezt a tankot. A Scorpiót. 2017 nyarán. Azt hiszem. Milyen szomorú, hogy a Type 59-es szakaszt én raktam ki. Mint a puzzle-t. Levertük őket, mint győzik el virágot, tehát csak így mondanám lájtosan. Na várjatok, azt mondja, hogy van előttünk egy udes. Hát most egy blindoljak-e oda egyet, az nagyon jó kérdés, de szerintem, hogyha már lőtt volna, akkor innen már azért csak-csak kispotolom. Azt a habtesti udest. Itt szélen van egy Kerner von, itt arcoskodik. És ráadásul van is neki mire, mert két gammárkos. Lehet, hogy több repeszt kéne magammal hordjak. T49 nem szarozott, egy az egybe lerammolt a palit. Neki fullizomból, izé, kilincsel, hagyd menjen, az dur. Beleszáguldott szegénybe. Hát nem, nem használt előtte sikosítót. Jézus úristen. A Scorpio G snapshot itt is van, megmutatkozik. Nem tudom egyébként, van egy olyan késztetés bennem, hogy oda kéne blindoljak egyet, de szerintem akkor már lőtt volna az udes. Hogyha itt van valahol. Micsoda 494-es. Jó, közben egyébként oda kell figyelni, mert a PTA-zat megpróbálja itt átjönni, ott a Liberty megpróbálja visszafogni, de nem hiszem, hogy fog neki sikerülni. Kettő darab Scorpio van, tehát vigyáznom kell. T49. Itt áll a falnál a Type 59-el együtt. Hát így ilyenkor mi legyen a teendő, mi legyen a következő lépés? Ez ilyenkor általában a csapattól függ. De én szerintem, én erre elindulok. Ez a T49-nek ott van visszatartó ereje, tehát hogyha ki fognak lőni valakit, akkor szerintem inkább a T49-et, mert az nagyot tud lőni, a Scorpióba legalábbis. Udes az fix, hogy elment innen, tehát az átpozícionált, én akkor segítek a Scorpiónak. De még az is egy jó meglátás lehet, nem, itt az Udes. Sejtettem. Volt egy olyan érzésem, hogy az úgyis itt kempel fent. Hát ez nagyon király lesz így. Csak ne róloljon ki. Az IKEA szar. Tehát nem akartam rá lőni. Eddig. Hú, az mondjuk nagy szerencse volt, hogy beadta. Amúgy megvettem a Type 5 Heavy-t és nagyon tetszik. Jó a Type 5 Heavy egyébként, igaz, hogy kicsit nehezen játszható, én szerintem. Legalábbis nekem, mert engem szarrá kumulatívoznak, meg szétlőnek az Arctic, bár mondjuk engem amúgy is, tehát nálam ez általános történet. A T28 véget nem akarok én itt kinézni.
A T10, vagy esetleg a Root, hogyha meglátom, akkor azt még meg tudom lőni, de... Vagy akár a Leopard PTA-t. És el is misszelt a lövést, eléggé. Hát az UDS az amúgy már szarhatna szöget. Hát én innen nem megyek vissza, mert akkor az UDS eltalál. Hol van a T10? Tornyozik. Tornyozik a T10-es, óvatosan kell vele, pedig 3,3-at lőttem eddig, tehát ezt jól lenne nem elkapkodni. Vagy nem elrontani valami kis bal lépéssel. De azt nem értem akkor, hogy ha ott a Type 59, a T49, akkor azokat miért nem lövi az UDS? Nem értem a logikáját a csávónak. Jó, bár mondjuk a logika, meg a World of Tanks, az teljesen másik kategória, tehát így nem nagyon kell benne keresni a logikát, ez igaz. Erre elövök a T28 felett. Aj, de utálom ezt a Scorpiót ilyenkor. Amikor életfontosságú lövés kell adni, akkor általában mindig vagy misszel, vagy kicsit rollol, vagy általában mindig szokott lenni. Hát drága szép barátom. Basszák meg. És el fogjuk bukni a meccset, pedig nyerésre álltunk. Pedig nyerésre álltunk. Köszönöm szépen a lootot ismét. 7k XP. Arra is másodosztály. Danci tír. Ha lőjetek szakaszba hívja. Hát srácok, most szerintem nem szakaszozunk, tehát így egyedül fogok játszani inkább, mert úgyis kilépkedek, meg mit tudom én. Ez most ez egy ilyen stream. Kicsit ilyen össze-vissza. Pedig hogyha Scorpióval ezt megnyertem volna, akkor ez egy jó kredit lett volna. Szerintem így is többet sebeztem, mint a csapatom nagy része. 3,3-at lőttem, ja, top sebző voltam. Megkapta az összes Prime tankot 1 millió golddal, meg két fürdős kurvát. Ah, István, látod? Megéri próbálkozni a dardanobos féle termékekkel. Lassan pólók is lesz, de minden egyes fasság, nehogy elhiggyétek egyébként, mert attól még én kurva messze vagyok. Velem is az volt, hogy az utolsó tank az enemiben, és csak is arra várt, hogy rámenjek a többiek. Kell, nem is foglalkozott. Engem akart. Hát ez lehet, hogy így volt. Mi ez a luc? Hát ez egy ilyen komment igazából. Nekem ez... Hát papíron bevétel, de ez akkor bevétel nekem, hogyha küldtök legalább ilyen 68 ezret. Sziasztok, Csá Darda mester, itt írja Zoltán, a Zoli mester, cső Zolikám, hello. Elnézést. A köhécselésért. Hát kibaszott emberek vagyunk, na, nem vagyok én se droid, picsába. Hát és akkor ez így ilyen kommentek, tehát írsz, akkor ez ilyen reklámfelület, tehát így reklámozol másokat, reklámozol játékokat, és akkor ezért kapsz te pénzt, de hát ilyen egy lucot számolj szerintem én 2-3 forintra. Tehát ami mai napon kaptam luc kommentet, az kb. Ilyen 40-50 forint. Amiből még ők le is vesznek, mint egy jó 25 forintot. Tehát nem igazán éri ez meg. Tehát ezért a nagyobb streamereknél ezért nincs is. De én is gondolkodtam rajta, hogy kiveszem, mert semmi értelme nincsen. Na nézzük a Becset 25-t, hogy arrafelé mégis mit tud kezdeni magával. Itt kopizza a szövegemet ez a kis csicska huszár Kevin. Szevasz, szevasz, te gúnárnyakú. Láttam, hogy ma streameltél. Meg dardásan rímeltél, de hát kicsit gyenguszka volt, megmondom őszintén. Akkor hamarosan vehetsz egy kenyeret. Hát, ja. Még egy másfél hónap szolgálat után.
Nekem tetszik az a kranyó amúgy, nem tudom miért, lehet, hogy én vagyok... izé... mazoista, de nekem nagyon nagy az a Kramwagen. Az a kis rádió... kis adóvevő rajta. Olyan, mint ilyen izé, mint egy ilyen csótány lenne, ilyen két baszott nagy csáp. A tetején. Visszahajlik, de kicsit ilyen muccos amúgy a történet. Hát az pont az a lemez volt, ami a legvastagabb a Badgeren. Nevet ki a lúcot, akkor nem tudok pontot küldeni. Ja, ez igaz. Hát hogyha igaz, hogyha fogni nem tudok kibaszott pontot, akkor legalább valaki küldjön. Figyelj, azt ott bemegy. Mondtad, hogy oda ment volna. Szerintetek repesszel? Vagy nem, várjál, APCR-rel? Hát úgyse ütöm át. Maximum azt a részét, de azt már onnan meg pont visszahúzta. Na igen, ám csak ez engem zavar, hogy én reklámozok, tehát hogyha ti írtok nekem Lutz kommentet, akkor én azzal, hogy ti írtok, én azzal reklámozok másik céget. Szarér, hogy ér, magyarul. És a szarér, hogy ér, ez tényleg úgy, hogy én reklámozok, tehát benne van a stream, aki visszanézi, annak idegesítő is lett a Lutz komment. A másik meg az, hogy én ezért tényleg egy forintot nem kapok, tehát valami ilyen 3 vagy 4 ezer forinttól kezdenek el kiküldeni összeget, tehát... Én hogyha elérem már legalább az ilyen... Hát jó, Scorpion most lehet megküld. Tehát ha én elérem már az ilyen 100 forintot, ami még sose sikerült... Ez hihetetlen. Ez a tanknak a lövedék sebességete. Egy Badger, ami megy 20-szal... Azt nem sikerül legyorsulni. Tolassál már egy kicsit. Tolass, tolass, egy kicsit gyere vissza. Ön 500-as küldenék a kis oldaladba, hallod, apukám. Jött még az Olivier, de még én sem láttam. Na gyere vissza egy kicsit. Hát ez hamarabb fog vissza. Érni. Vedd ki, legyen más. Más nem tudok betenni oda. Ugye lesz facecam, azt még mondjuk nem tudom hova fogom betenni. Hajrá, Darda, cső, Dávid. Varga, Dávid úr. Okosan kecse, okosan reklámoznak, okosan reklámoztatni. Ennyi. Hát 2.11, 2.12. Jó, hát ez... Itt még megpróbálok valakit meglőni. Egyszer, kétszer. Azt mondja, hogy első. Lövésig jó lenne abba az előbb belelőni egy kettőt. Hát abban már nem kell, akkor Samuelba esetleg. Jó, egy. Gyerünk Mausik, tarts fel őket egy kicsit. Még egy lövés erejéig, aztán utána meghalsz felőlem te is. Utána már úgyis meg fogunk mi is. Na mi kéne lőni egyet. Gyerünk, 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 gyerünk. Jó, most be kell jönni. Egy szép kövér 500-as kéne lőni. És ez csak track. Hát, hogyha még úgy játszunk, akkor igazából egyet még van esélyem lőni. Úgy is van. Ó, királyság, hát meg a 3K sima meg lehet. Úgyis van 3,3K-t, még azért összehoztuk. Facecam a chat helyére. Chat helyére? Hát aztán azt hogyan? Na, mondjuk lehetséges, amúgy igen. Pont 11, köszönöm szépen. Tehát ugye facecam lesz csak. És akkor szerintem a lúcot ezt kiveszem, mert teljesen fölösleges tényleg. Egyrészt, hogy nem kapok utána semmit, ezzel nem is lenne még problémám egyébként, hogy én nem kapok semmit, de én azt úgy nem érzem teljesen fairnek, hogy én reklámozom őket, ők meg így szarnak rád, tehát így. De várjatok, szerintem meg is tudom nektek mutatni, hogy nekem mennyi ebből a bevételem.
Immelsdorf, hát nagyon jó, tier 10-be ráadásul. Várjatok, azt mondja e-mail. És ráadásul még az átutalásnál is szemétkednek, tehát mit tudom én, hogyha azt mondod, hogy te szeretnéd lekérni ezt a 100 forintot a kártyádra, amit nyilvánvaló, hogy nem fogsz. Na várjatok, azt mondja, hogy két dollárt szereztünk eddig összesen október 23-tól, ami azt mondja, hogy 2 dollár, tehát akkor ez így ilyen, hát számoljunk árfolyammal, tehát ilyen, hát nagyon-nagyon maximum esetben is, tehát ilyen, mennyi lehet az? 500 forint? 500 forint, abból levesz 27%-ot. Számoljátok ki, hogy 500 az ugye kerek szám, tehát már hát 10%-a az, ha jól számolok, akkor az 50, 20%-a 100 forint, 27%-a, hát ez egy ilyen jó 100, 130 forint. Tehát én abból az 500 forintból megkapok 370-et durván. Hát ennyit tudok csinálni. Állat a VZTD, érdemes volt megvenni, hogy csinálok két videót a mai termésből. Na, grat, Zoli. Jó, jó a VZTD egyébként, igen. Tehát nincsen vele probléma, az tényleg, az működik, az a kis tankocska. Azzal sose volt panasz nekem sem. Azért én szerettem világéletembe játszani. Ugye most meglepődtem egy kicsit, hogy sikerült összehozni 2 dollárt. Hát ez... ami a mai világban. Hát barátaim, hogyha ezt hamarabb kiszpotolták volna ezt a becsetet. Jól keresel, az biztos, Miklós, hallod? Ennyit keresni szerintem az Orbán nem tud. Jól keresek, csak nem találok, ugye. Az átlagos mondóka jut eszembe. Tudtam, hogy az már felső lemez lesz. Ez egy általános Scorpion probléma. Hát kár tagadni, hogy milliárdos vagyok egyébként Luc kommentekből, tehát... annyi Luc érkezik, hogy nem bírják feldolgozni. Erik, mire gondolsz, hogy olyat nem tudok-e szerezni, mint GB? Miért GB-nek mi van? Nem szoktam nézni, hát bármit, hogy szoktam nézni, de nem sűrűn. Amikor én néztem, akkor neki sem volt ott semmi. Ő is kivette a lucot pont ezért, hogyha jól tudom. Amikor én kivettem, 275 forint, 1 dollár. Pú. Hát akkor 550 forint. Plusz még valamennyi. Ez már azért, azt mondom, hogy abból már el lehet vinni a családot wellnessezni egy hétre, nem? Miklós, mit gondolsz? 550 forintból, amiből még úgy jól le is vesznek egy ilyen jó 150-et, tehát 400 forintom van, hát figyelj, végül is abból már egy kiló kenyeret lehet venni, mondjuk, úgyhogy úgy vesszük. 900 ezer a vagyona. Aja, hát az 900 ezer font esetleg. Vagy linket. Oké. Na várjatok, azt mondja, a Scorpio G bent van, akkor nyomassunk egyet a Lorénnel. Lóri az most eléggé jól adja. A mai napon egyébként. Közben most nézem, hogy István most iratkozott fel, nem olyan régen. Miért nem voltál István? Hogyha még itt vagy egyébként. Közben 33 like és 1 dislike, köszönöm szépen mindenkinek, aki tolt egy like-ot. Meg aki itt volt, meg aki itt van, természetesen. Na hát tier 10-ben játszunk, én szerintem kempelni fogok. Más most itt nem igazán jut eszembe. Vagy oldalra kimenni esetleg, de én a két arti véget azt mondom, hogy inkább kempelek. Van binom, tehát csigaszemem.
onnantól én igazából bevallása szerint hazudni én is tudok. Hát hazudni szerintem mindenki, úgy, mint a vízfolyás, mint ha olvasnád. Te olvasnál valahonnan, ugye, ahogy szokták mondani. Hát ez tény és való, ez így szokott lenni. Mindjárt érkeznek a kommentek, majd hogy itt a chaten belül, tehát World of Tanks-en belül. Mindjárt érkezik egy lövés. Bot Lorraine, Kemper shit. Ó, jaj. Természetesen RHM, Borsig, 103-0. Meg azt hittem, hogy még akkor a Scorpio is pattint így mindenek fejében. Hát lehet, hogy mégis csak jobb ötlet volna kimenni. Ide, szélre. Hát mi megpróbálunk oda kimenekülni, de hát 300 HP-val. Ferge, most figyelj. Teges lesz azt. Have I met you, mother? Pölszették. Jézus úristen, Grigor Dészi, hallott? Hát baszod. Ez olyan mondat volt, hogy semmilyen. Ja, se eleje, se hátulja. A raktárbázis raktárbázison van, ugye, hát ez általános. Na, közben itt kint szélen a kollégák, tehát a RUK 251-et ezt kirakták, mint annak a rendje. Itt van egy 50B, a Projecto 46-os, meg én, azzal a maradék 300 HP-mmal. Figyeljétek azt a hosszú karriert. Ahogy most én itt be fogok futni. Feljebb nem mehetek, mert a standard B az kipattint. Ajjajjaj. Jó, első gyilkosságunkat megszerezvén, én most rátöltök. Köszönöm szépen a lúcokat, srácok, nagyon nem aprózzátok el. Tehát nem szarral gurigáztok. Rengeteg lúc érkezik ma, főleg Patrik küldött kenyére való. Nagyon szépen köszönöm, Ata 96-et. Rendkívül jó fegyerek vagy, köszönöm. Ez lesz a megélhetőségem, akkor lehet, hogy ki sem fogom szedni a lúcot. Hogyha így folytatjátok, hogy mindenki küld 20 lúc kommentet, akkor még a végén tudok venni magamnak egy izét. Egy nyalókát. Egy nyaleszt. Vagy lehet, hogy ilyesét meghív itt egy nyaleszra, úgy is van. Köszönöm szépen a nyaleszt. Szia G, visszatértem, voltam enni, miről maradtam le? András, semmiről egyébként, Csabi különös nem történt. Great success. Sándor, köszönöm szépen a feliratkozást. Hát most egy jó 3000 forint donét, ha érkezne a számlámra, tudjátok, mit csinálnék? 1500-t kisorsolnék belőle, csak így, lájtosan. Gyógyszerre, úgy, ezzel a jeligével. Várjatok egy kicsit, egy másodpercig elnémítom a mikrofont, utána visszatérek. Itt is vagyok, csak nem akartam magamnak konkretizálni egy arcüreggyulladást, gondoltam kifújom a nózimat. Azt hittem, hogy ismered azt a sorozatot, amit említettem. Nem, nem vágom azt a sorozatot. Na, hát egyem azt a jó szívedet. Köszönöm szépen, Miklós. Hát hallod, igazából az én jó szívemet, hát a ti donéltetek 3000 forintot, figyelj, 1500 a tiétek. Lehet. Vagytok 35-en most jelenleg. 1500-at elősztjük 35 és felé, és akkor mindenki kap belőle valamennyit. Mindenki a vendégem lehet egy pohár vízre. Mit szóltok? Tehát lesznek majd ilyen kisebb összeficcenések majd, mint
A szilveszteri is lesz majd szilveszterkor egy stream, ami legalább egy 12 órás lesz. Az is lehet, hogy több, de többre tervezem. Azért még egyszer megküld, figyeld. Nem jó. Király. Tengermélytiszteltem művész úr, jó játékot kívánok és sikerekben gazdag csatákat kívánok. Ez a Dark Siren, ez egy nagyon intelligens fiatalember. Nagyon szépen köszönöm, Dark Siren. Remélem jól mondom a neved. Hát hasonló jóságokat és tengermélytiszteletem. Úgy diszperzites vödörnyi jó érzésemet szeretném rád zúdítani, és erőt egészségükben. Erőben és egészségben. Bőséges esztendőt kívánok neked. Elókára se futja. Szopókának meg ott volt. Ennyi. Teljesen igazad van, Miklós. Dark Side, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Ez a fiatalember, azt kell mondjam, hogy le a kalapom előtte. Tényleg. Szóval tisztelet tudom, beköszön. Jóságokat elhalmozza itt az embert mindenfélével, jó mondatokkal, mindennel. És még fel is iratkozik. Tehát ilyen nézőket nem tud mindenki összehozni magának. Ezt csak így mondom. Meg ilyen enemit, tehát hogy szarjon egy kilószöget. 13. lootot is elküldte. Nagyon szépen köszönöm, Patrik. Elküldtem Facebook üzenetbe, oké, és köszönöm szépen, Erik, király vagy. Tehát tényleg köszönöm szépen a kedves szavakat. Na, hát akkor ennek örömére szerintem, hogy eldobjátok a hajatokat velem együtt, mennünk kéne egy ISM-es kört, egy karikát, tehát hogy meglegyen a jobb löveg, még 24k XP, tehát már nem annyira sok. Ez már csak 3 agyrákot fog okozni szerintem nekem. De majd szépen lassan elviselem a fájdalmat, amit ez nekem okoz majd. Ez egy csodálatos tank. Tudni élik, hogy nagyon-nagyon imádom ezt a tankocskát. Játszol World of Tanks Blitz-el? Nagyon ritkán ASD. Egyébként volt is belőle stream valamelyik nap. És ott csapattunk a nézőkkel közösen egy kisebb fajta szakaszt. Szóval igen, szoktam játszani vele. Telefonon inkább egyébként. De ez iskolai szünetekben értetődő. Vagy esetleg még nagyon nagy ritkán, hogyha megunom a botot, és mondjuk a másik verziójával szeretnék úgymond szenvedni, akkor World of Tanks Blitz-el szoktam elütni a hétköznapi maradék szabadidőmet. Ebből annyi van, mint a lengyeleknek IQ-juk. Nagyon szépen köszönöm a Point 12-t. Nem aprózod el, kedves barátom. Köszönöm szépen még egyszer. A stok torony, stok élek, stok leszek, amíg élek, addig tart a mondókat. Na várjatok, itt most viccet félretéve. Egy pofon. Hogy célozta kupolámat a kis szemtelen? Rögtön kupolára támadt volna a kis szegély, a kis huncut. Szomua? Ja, értem, hogy a saját szomuánk. Ja, hogy most már megvan. Mert ugye minek ellenség, ha vannak barátaid? Szóval amúgy, figyelj! Nem tudom, mit szólsz hozzá, egyébként van egy felajánlásom a számodra. Egy jó kis üzletem van a számodra. Hogyha letörlöd a World of Tanks-et, akkor megmenekülsz egy nekifutásból való picsárugástól. Nem tudom egyébként, hogy mennyire tetszik neked ez az üzlet, de ez csak egyszeri ajánlat, tehát. Jó, hát ezt a tornyot igazából nem nagyon kell célozgatniuk az enemynek, tehát így kijön és így pam, ott belőle nem akar.
hát ez ennyi volt. Hát ezzel a tankkal így, hogyha elősz egy 1002-t, akkor már nem lehet azt mondani, hogy nem sebeztél semmit. De legalább azért még XP-t kapsz rá. Na, nézzenek oda. Első kiválóság jele. Kerner van Action X-re. Köszönöm szépen. Ahogy megérkezett itt Dark Siren-nak, írta is, hogy feldobtam egy kicsit a napodat. Ez így történt. Köszönöm szépen. Meg is érkezett. Rögtön meg is lett rá az első Gunmarkom erre a csodálatos brit szerkezetre. Milyen kis elegánsan ott van az első Gunmark rajta. Szívbe markoló történet. A Fostalicskastól kiesem, mert hát igen, kupakolni akarna. Hát igen. Az a Stoki ISM az hasonlít a végbéltükrözésre kicsit. Az élmény. Hát de remélhetőleg a 705-áért való szenvedésünk, ez reméljük megéri. Azért csak-csak kifizetődő lesz majd ez a tömérdek szenvedés, mint az ISM, mint ezzel az csodálatos ISM-mel, amit úgy utálok, mint a szart, de hát ezt én nem akartam kimondani. Így, 32 ember előtt. De hát, most ennek is ki kellett buknia. E100 Progetto 65, Object 261, M53. De hát ez teljesen jó kis felállás. Én szerintem most bejövök hidazni. Csövelni ide. Sidesképelek, aztán majd onnan lesz ami lesz. Mert most megmondom őszintén, hogy oda nyomorogni a kettő arti véget nem biztos, hogy egészséges lenne. Nem biztos, hogy egészséges lenne itt. Ott izé csavarogni nekem. Neve még hátra tudok spotolni is, meg még valamennyit sebezni és akár valamit így összeügyeskedni. Nem tudom, akinek megvan esetleg az Object 705A, az nagyot segíthet azzal, hogy elmondja, hogy mégis mi a tapasztalata vele, tehát hogy jó tanknak számít-e, vagy nem annyira. Bölcs egyetlen egy 705A. Ilyes, a T-44-es. Tényfereg ott magába. A pofon után fekszik bele ő is majd a szarába. Nem tudja majd, hogy melyik univerzumba foglal majd helyet. Hisz buszon általában az öregeket nem adja át a helyet. A T-44, gyere, told ki a pofád. Ó, itt a Ricsi, tiszteletem, jó estét, itt az Attila is. Hello, ez se egészséges vidék. Hát nem egészséges vidék, de hát World of Tanks-en belül mi egészséges? Az, hogyha lenyomod az escape-et, és azt vissza a garázsba, onnantól pedig kilépés a játékból, az az egészséges. Onnantól lesz szép, természetesen mosolyod. Na jó. Én szerintem elvesztettem a türelmemet. Ó, hát kár, hogy eddig nem volt szó konvéről. Kár, hogy eddig kurvára nem esett szó itt ilyen tankokról. De na. Na, az igen. Haj, de nagyon szépen mellé lőttem. Egyszer nem lett nagyon, hogy konvéte is lepattansz rólam. Ez a feliratkozók, ha feliratkozol. Na, jó van, konvé, szép. Jaj. De ki van már kolbász. A mai nappal. Ciao, tiszteletem, pari! Hát... Jó vadászatot. Hát jó lenne ez a vadászat, hogyha egyszer végre összejönne az, amit tervez az ember, de hát általában sosem. Tehát erről híres a World of Tanks.
Mást így igazából szerintem előjáróban nem is kell mondjak. Milyen volt a PUBG? Jó volt, eléggé jól adta, eléggé jókat mentünk. Tehát ilyen 3-4 killem az így átlagban megvolt. Lőttem nagyon szép hediket, de meglepődtem magamon, hogy most mégis miket sikerült össze pénáskodjak. Nem volt rossz egyébként. Szerintem több PUBG stream lesz. Szavaztok, jó estét mindenkinek. Csáó Gábor, tiszteltem Gabikám, hello. Jönnek majd be az új magyar, jönnek majd be magyar tankok, mit szólsz hozzá? Hát az, hogy jönnek be, az nem feltétlen igaz, tehát ez csak egy ilyen, hogyha a Votinfós, vagy a, most nem is tudom, hogy ezt a Votinfó írta ki, vagy a, vagy Mr. Chef. Hát az csak egy olyan, hogy el lehetne játszogatni a gondolattal, hogyha esetleg bekerülne egyszer majd a magyar fejlesztési ág, akkor mégis milyen tankok kerülnének be. De egyébként attól függetlenül, hogy magyar fejlesztési ág lenne, nem feltétlenül indulnék el rajta. Tehát, hogyha nem tetszene maga a tank, akkor igazából attól függetlenül, hogy magyar, még nem mennék rá. Mert hú, most Magyarországban, mit tudom én, hát hol érdekel? Szovjetunió, azt hagyd menjen. Most nem, srácokat. Dardanov, hát benne van a zászlóba is, basszátok meg, szovjet. Orosz, tehát igaz, ez már orosz zászló, szóval itt már tovább léptünk. Na, Putyin elvtárs. A Turán és Toldi magyar, igen, igen, meg még rajta kívül rengeteg más, a TAS. Meg még egy-két cucc kombó, a T-55 AM, azt hiszem az a pontos prototípus. Hogy adja a főnök? Hát, boton belül kevésbé jól, PUBG-n belül eléggé jól adta. Van az ISM, no fene, jó féle. Hát megvan az ISM, viszont az vele a problémám, hogy stokként rettentő szar. Tehát még itt tier 6-ban is. Tier 6-ban se tudod nagyon használni, mert a tornyát az szinte minden átüti, 100 mm. Cakkompak, a kupolád az 80 mm, hogyha szarszögbe találják el, tehát hogyha itt akkor esetleg lepattan. De amúgy maga, tehát a páncélra nem lenne probléma, csak a löveg és a torony páncél az, ami kifogásolható jelen pillanatban még. Meg hát ugye az átütés az a 175 mm. Scorpio G az kicsit ugye visszatartó erő, tehát azt onnan jó lenne kidúrantani, kedves Artik. Hozzátok szólok. Üdvözlet, jó estét mindenkinek, ciao Levente ismét. Kösz, hogy itt vagy, köszönöm a moderátori munkát. Örülök neki. Hát én is egyébként még toltam volna tovább a PUBG-t. T-35-ről lepattanni. APCR lövedék használatával. Jó, már pudel. Kedves pudel, azért a lófasznak is van vége. Ilyenkor milyen csend van, amikor arra fele fordul az ember, ugye? Milyen átlagos. Meg hát ugye a D25-té lövek, tehát azt azért bele kell kalkulálni, hogy nem vagyunk a legpontosabbak a világon. Ez az egyik legeslegidegesítőbb ok. Hogy az ágyúzat az nem a legeslegjobb. Tehát hogyha, én azt elfogadom, hogyha legalább akkor legyen egy jó átütése, jó alfája, de ne legyen hú, de pontos. Ezt még meg is értem, de az, hogy nem is pontos semmi átütés, semmi, meg még nem is pontos, hát azért ez már kicsit idegesítő. Kateg. Azt tudom rá mondani. Be kell húzzam, mert a Scorpio meg onnan el fog lőni. Hát én ez miatt a szar Halloween event miatt nem is játszok rendes csatát, mert felbassza és elrontom a rendes csatákat, de legalább mert megvan a 6-os szint. Na, az nice. Hát a 6-os szint az már eléggé jó. Tehát akkor te még fel vagy zárkózva rendesen.
Hát én meg ugyanúgy a kettes szintet taposom, de nem is tervezek tovább menni rajta, tehát így nem... Nem érzem úgy, hogy most kötelességem lenne nekem szenvedni azzal az eventtel, mert megmondom őszintén, nekem nem tetszik, tehát számomra unalmas. Na majd én kifullozom szabad XP-ből akkor. Jó, megy. Szabad XP-ből fullozgatsz tankokat. Mondjuk szabad XP nekem is lenne rá, csak goldom nincs. Szegény pudli. Figyeld, addigra betölt, mire megfordulok. Ja, tehát jobban, hát ajánlom, hogy kiszabad XP-zni. Hát maga egyébként az, hogy az ISM, hogy alapjába véve milyen, mert egyébként a páncél az teljesen használható, de ez a stock torony, ez a stock löveg, ez annyira nem. Mert a fullos torony, az kicsit beüthetetlen frontból, tehát annak már brutál páncélja van, viszont ennek meg nem. Tehát stockként én azt mondom, hogy full stockra szar az ISM. De az, hogy fullosan milyen, lehet, hogy nagyon-nagyon jó vele játszani, de sokan azt mondják, hogy úgyse lesz egy lányálom. Hát, nem tudom, hogy mit váratok én ettől a tanktól majd fullosan. Vagy akkor annyit majd 10k-t rakok, hogy legyen már. Hát, hallod Attila? A kezedet megcsókolnám, annyi goldért, hülye vagy? Hát, a Jézus úristen, ez mekkora segítség lenne. 10k goldból már simán be tudnék vásárolni. Na, mennyi XP kell nekem még a jobb lövekhez? 20k, Jézus úristen. Kösz szépen. Az, hogy a tojuk a Halloween eventet, muszáj vele haladni, de amúgy igen, elég monoton. Viszont szereztem ott egy küldetés a 20 000 szabad XP-t, az nice. Kezdődjön a Lutz invázió. Ata, kösz szépen. Küldjet, hallod, 260 000-et akarok felszabadítani, hogy szabad legyen. Hát Attila, figyelj, hát hogyha a befektetésről van szó, akkor gondolod, játékos nevemben tudod, Premium Shopból belépsz, gold mennyiséget kiválasztod, ami a pénztárcádat megengedheti, és akkor megvásárolod giftként. Te is jól jársz, én is jól járok. Mindenki jól jár. Na, azt mondja, hogy itt. Ja, és amit még szerettem volna mondani, tehát akik itt újonnan érkeztek, mint az Attila, mint a Ricsi, most fogom beváltani 750k Free XP-t a Projecto ágra. Hát Ricsi, ugye megegyeztünk valamiben, tehát az a gold összeg az jöhet ide is. Itt mondottam. Egyébként meglett az STRV 74, a kis 6-os svédmed. Kifejlesztettem a VK3001P-t is, az is fullos már szépen lassan. Ugye akkor ez az ISM-et is húzom, tehát most megint lett tank, ugye majd az 50B-t is ki fogom fejleszteni. Tehát ugye most megint lett tank, amit húzni kell végre, tehát nem csak prémium tankkal játszok, aztán ennyi. Cső Elkantor, ismét. Cső, most már mai nap harmadjára talán. De szerbusz, üdvözöllek. Kb. Egy hete mindazon töröm a fejem, hogy STRV S1 vagy IS-6-ot vegyem meg. Mit ajánlasz mondjuk? Már megvan a Scorpio G meg a Vézi 121 forint is. IS-6-ot nem vennék, még buff után se. Tehát én az S1-et. Én az S1-et mondom. Én a helyedben azt vásárolnám meg az S1-est. Bár ezt mondom úgy, hogy én az S1-jel se szimpatizálok, tehát... Ezek a svéd csodák egyébként közel nem állnak a szívemhez. Jó, most ezzel ugye magam ellen is beszélek, mert ugye a Kramwagen az meg tetszik, de a Kramwagen meg ugye ezek a svéd csodát, ezt értsd a... A Mausen is, na, mondjuk azt hittem, hogy ez toronyra fog célozni, de nem, hál' Istennek. A Tigris 2 az például csak a tornyomat lövi. De hát ennyi, tehát ilyen 400-nál többet nem tud sebezni vele egy karikába, mert full tier 9, full tier 10, hogyha, de egyébként még tier 8-as tankokat se tudsz vele átütni.
Hello, szervusz Szabó Norbert, úgy elég láttalak téged is itt a csatin. Tiszteletem, szép jó estét kívánok. Szervusz Rolandom, hello. Szép jó estét, nem emlékszem sajnos, de akkor is üdvözöllek, cső. Cliff Tier 10. Kettő arti kísérletében egy Lorén 40 tonnában. Igen, tehát én ezzel egyet javaslom, Grigor. Kicsit hasonló játékstílus, mint a VZ, de azzal számolj, hogy eléggé csöcse van a lónak, tehát ezt meg fogod tapasztalni. Tehát, hogyha még azelőtt nem játszott a Udesssel, meg ilyenekkel, ami ilyen siege módos, akkor kicsit szokatlan lesz. Mész a jó öreg Type-et totyugóval? Természetesen, hát inkább a TD-ket fejleszt. Svédeknél hevig fejletősek. Én megmondom őszintén, hogy a Kramwagennel én nem játszani akarok, hanem én csak úgy a garázsba. Legyen aztán viszontlátás. Egyszer-kétszer megjáratom, hogyha idegeskedni akarok vele, de amúgy ennyi. Nem tudom, én úgy vettem észre, hogy abba a tankba egyébként van potenciál. Tehát rengetegen alábecsülik, rengeteg ellenézik, köztük egyébként én is. De hogyha megfogsz fel egy pozíciót, egy tornyos pozíciót, akkor az életben nem lövik az ki onnan. De alapjában véve egyébként, tehát én is tudom, hogy nem a legeslegjobb tankok, sőt, elég gyengék. Főleg az Emil 2-es. Még nem játszottam út karácsonykor, mi volt ez a láda nyitás? Hát úgy nézett ki, hogy lehetett vásárolni ilyen ládákat, ilyen bundle-ben. És hogyha vettél ilyen ládát, akkor volt 4 darab 10-es prémium tank, vagy 10-es, hülyeséget beszélek már. Annyi 10-es tank ellen mentem a mai napon, hogy már 10-es vannak mindenre, tehát volt benne 4-8-as prémium tank, ugye, vagy több. Mindegy, volt a Lorraine, a Scorpio, a T-26E5, meg a Type 59, nem akkor 4 volt. Meg a Type 59, és ezeket lehetett belőle kinyitni. Oké. Okay. Ó. Jó van, hát ez egy nagyon szép karika. Úgy is van. Hát ennek így kellett vége lennie, mert csak felbaszom magamat. További eredményes játékot. Sziasztok! Hát András, ilyen eredményes körök lesznek szerintem. Továbbra is. Na, a Type 5 Heavy-t és kérést azt teljesítjük, mert a Tier 8 az mostanában már inkább nem akar működni. Highway, Enemy Type 5 Heavy, 430 Conqueror GC, Lorraine 155-51, 2 Artival megint. Azt a Lorraine-es kört azt nem látta senki, jó? Nekem is kell a Kramwagen, de a Leo-val szopok, mint a szűz kurva busz jegyér. Hát, Kábor, elhiszem. Én még a Leo előtti meddel vagyok, tehát az STRV 74-el ugyannak még stock tornya van, de azon belül egyébként már kifulloztam, kivéve a rádiót. Tehát a rádió meg a torony az hiányzik. De a rádióra nem fogok pazarolni XP-t szerintem, mert nem tud sokkal többet az a rádió, mint ugye a középső. A tornyot kiszedem, azt aladok a Leo felé. Azt tudom, hogy a Leo az nagy szívás lesz. De addig megpróbálok raktározni egy kis szabad XP-t, tehát addig nem költök szabad XP-t semmire, és akkor hát a... Hát hamarabb meg lesz az Emil 1. Az Emil 1 az már annyira nem rossz tank, ahogy hallottam többiektől. Meg ahogy tapasztalom, amikor ellenem van, akkor az úgy azért nem feltétlenül rossz tank. Mondjuk az Emil 2 az már a szopás, azt tudom, azt sokan mondták. Pont 13, köszönöm szépen a 13. Lutz kommentet is. Talán most emlékszem, hogy régebben elég baszógép volt szerintem, de inkább nekem is az STRV fele húzott a szívem. 74-en majdnem lett kiválósági elem. Nekem az ezelőttivel. Mondjuk én az STRV 74-edig játszottam 5 meccset, de már azt hiszem első osztályos. Jó, jó az a kis med. Tehát ez az 5-ös med is jó volt, én azt is nagyon szerettem. Mondjuk volt vele kb. 28 vagy 30 meccsem, de az is majdnem első kiválóság jeles. Meg tankászos lett. HyperX-ek, köszönöm szépen a szabot. Aj, bassza meg, pedig de jó lett volna elcsípni a T49-et. Kis finom zsenge prémium repesszel.
Csak 430 az mondjuk eléggé meg megfelelő kis ellenségnek tűnik. És nem hiszem el, ott az AMX, aminek van 20 mm oldalpáncélja, és azt se találom el. Még véletlenül se. Legyen mondjuk egy 1005-ös lövésem, vagy valami. Jó, hát igen, ez még a páncéltörő volt, ez még a kellemesebb. Ez még a kellemesebbik véglet. Viszont ez már kumulatív lesz, hogy van egy érzésem. Tehát csak óvatosan a 430U-val. Szegény T-49. Pedig azt hittem már, hogy itt beforgunk rá. Mindannyian. Nem igazán jött neki össze az ötlet. A terv. A kis undorító terve. Annak a kis gonosz fráternek, akit nem találtam el. Hát ezért nem akarok pusholni, mert itt a 430U az engem szét fog szedni. Meg hát ugye vannak artik is nyilvánvaló, tehát azt is belekalkuláltam, azért nem is nagyon mentem előre. Meg hát itt a Type 5 Heavy is. Na, AMX-re lenne még egy lehetőségem. Összeraknám a két kezem, nem hibáznék. Na jó, de a Type-et azt nekem kell megenni, tehát azzal tisztában vagyok. Csak jó lenne, hogyha lenne egy kis segítségem is. Az enemy Type-et ellen, ugye az a legesleg... Hát hogy is mondjam nektek, tehát hogyha biztos vágjátok, amikor kettő ugyanolyan tankkal harcoltok egymás ellen, az a célotok, hogy az legyen a célotok, hogy minél több sebzést tudjál belevinni ugyanannyi idő alatt, mint ő belé. Tehát, hogyha Type 5 Heavy-vel játszol, egy Type 5 Heavy ellen, akkor igazából a tapasztalat és a rollok számítanak. Tehát, hogy úgy pusztítsad el az enemy Type 5 Heavy-t, hogy minél kevesebb HP-dat veszítsd el. Ami egyébként nem egyszerű, mert ő is tudja, hogy hova kell lőni, meg én is tudom, hogy hova kell lőni, tehát kicsit necces a helyzet. Mert ugye ő a kupolámat spamelgeti, én meg ugye alálövök. Köszönöm szépen a Lutz kommentet, látom, hogy küldött valaki. Úgy látom, hogy most már visszavett azért a szájából a Type-öt. Gyerünk, 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 gyorsan húzzuk vissza, ameddig még lehet. Csak itt az nem tetszene nekem, hogyha itt most a Type-et rám jönne, plusz meg még valaki. Gondolok itt most jelen pillanatban az 5-3 TP-re, de tök mindegy, hogy mi fog történni, a Type-et hevét azt is úgyis ki kell szednem. Úgy is van. Na hát itt úgy látszik, hogy a rutin meg az évek. Igen, igen, 430 óra már rögtön döntöttem a tornyot, tehát az a probléma nincsen. Azzal viszont lesz, hogyha egyeznem kell azzal is, mert arra meg HP-n meg már nem igazán lesz. Már az már olyan, hogy DPM-ből elkapja a számot, tehát... Azzal már ott ilyen okoskodás nem nagyon tudok véghez vinni, mint az enemy Type-ettel. Vagy mégis? Mégis van rá esély. Jó, mert kumulatív lőszerrel egyébként ő nem tud átlőni a kerítésen. Jaj, de szeretem ezt. Amikor az Arctic lehetetlenítik el egyébként a meccsedet, pedig egy full jó meccs lenne. Gyerünk, 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 Type-öt, menjél. Hát itt az a baj, hogy a Conqueror GCS belén fog lőni egy 400-at szerintem minimum. Minimum szinten. 420.
Hát jó, ezzel az a baj, hogy az 5-3 TP. Hát nem fogok újra tölteni, sajnos. És a T95 meg kiszed. Igen, a Lorraine Arti. Pedig itt még rengeteget tudnék sebezni. Annyi sebzés lehetőség van itt, hogy ez még hihetetlen. Olyan érzésem van, hogy pofám fog várni. Jó, azt megúsztam. De hát az Arti ki fog szedni. Arti kiszed. Hú, pedig itt még rengeteget tudtam volna sebezni, srácok. Tehát 5,3 kiment. 5,3k, de hogyha nincsen ez a kettő telibevert Arti megint, akkor szerintem itt lövök egy 8k-t full lazán. Egy az egybe simán. És figyeljétek meg, hogy el fogjuk bukni a meccset. Ezt most végig akarom nézni. Most lekommentálom nektek. Tehát a Conway, meg szerintem az az ötlet, de támadt, hogy ő most elmegy és így kilöveti magát. A T-54 Lightweight-et másodpercen belül ki fogja szedni a VZ. Vagy hogyha nem a VZ, akkor inkább a Lorraine Arti, vagy esetleg a Conqueror GC, mert ő még azért ide bebír lőni. De ezért a meccsért ezért fáj a szívem, mert itt rengeteget tudtam volna még osztani. 4K felfogott sebzés, a T95 hál' Istennek nem töltött APCR-t, így azért mondjuk lett volna esélye, hogyha a frontomat lövi. Már akkor beüthetett volna, de lehet, hogy most szerencsém volt. Na mindegy, 10-10 az állás, tehát már rögtön visszahozta az enemy 10-8-ról, már 10-11 oda, tehát már ők vezetnek. Az 53 TP-re jó, rálőtt a Panterára, de szerintem fölösleges volt így is, igaz? Nagyon szép volt, köszönöm szépen, srácok. Hát itt nem rajta múlott, hanem azon a kétszaros Artin. Atának köszönöm szépen a Lutz kommentet. A 11-11, itt most azt kéne csinálni, hogy a Conway megpróbál egyet spotolni. Tudom, hogy nem egyszerű, de muszáj lenne neki. Great success. Bojác, remélem jól mondom a nevedet, köszönöm szépen a feliratkozást, üdvözöllek a csatornán. Úgyhogy Conway-nél itt kéne neked egyet barátom spotolni. Itt mész lent össze-vissza, kedves barátom, itt még nem fogsz elérni semmit. Az 53 TP az ott jó helyen van, azt ne cseszegessétek. Neked van egy szép 600-at sebző ágyud, egy jó látótávod, egy aránylag jó mozgékonyságod, egy jó kabód. Gyerünk most a VZ-től, meg a becsettől, hogyha egyszerre lefókuszálnak, akkor is maximum kapsz 900-at. Tehát még maradt 300 HP-d, és kiszpotoltad őket. Az 53 TP már rögtön tudja neki adni, a két arti meg már ide van szűkülve, tehát nem értem a srácot. Erre várnak az artik egyébként, hogy spot legyen. De én a helyében nem innen jöttem volna, de mindegy. Már a vézi az... Hát én a helyében elindultam volna már az artiért, de nem. Ott áll. Jó, hát ez szépen mellé lőtted, haver. Oké, hát ezt elbuktuk. Hát ez bukta, Lovics. Addig menjünk egyet a Jagdpanzerre. Hát azért a meccsé fáj a szívem bizony. Már az életem meccse lehetett volna. Sok HP-t veszítettem, itt az volt a baj az arti lövésektől. Conqueror G-Sig már az elején kihúzott belőlem vagy 800 HP-t, itt 1200 plusz a Lorraine Arti. Hát egy 1300 HP még lett volna a végén. Jagdpanzer E100. Az mekkora volt annó? Hát az... Waffenträger E100 az igen?
nem is tudom, 600 alfája volt és 5 lövedéke? Mert az tényleg egy beteg cucc volt. Azt nem csodálkozom, hogy kivették egy az egybe. Kíváncsi lennék, mit bírna egy type ellen. Hát a type-ot azt egy tárral, várjál, hát hogyha 600 alfája volt, meg 5 lövedéke, akkor full lazán kiszórta volna egy tárból. Sőt, még hogyha az alapot meglőtte volna, akkor még a mouse-t is. Tehát igen, az a tank, az beteg volt. Na mindegy, járassuk meg a jó öreg Jagdpanzer E100-at. Kis elegáns festéssel rajta. Szokásos helyemet felveszem vele, van ellenem 2 darab Jagdpanzer E100, egy FV. Hátsó tornyos, az mondjuk nagy ellenfél. Főleg most egy spoton vagyok. Version 4. De hogy nagyon vicces, hogy ez a tank az bárhonnan átüt. Nézzétek meg, ott beütött a pali. Oké. Okay. Nincs több kérdésem. A version 4-es ellen. Hát ez a pont, az ott ez egy ilyen lightos 300 mm. Lájtos, tehát nem sok. Ez tök jó egyébként a spotom. Ha nyertem a lottó, rögtön 10 milliót fogok elküldeni neked élőadásban. Szóval jövő héten milliómos leszel már, de akkor hívd meg egy pontja a főnök. Hát, baszod, hát én anélkül is meghívlak, hallod-e? Nem kell 10 millió, csak 9 millió 800 ezer forint. Normális, vagy a kiszállásodat fizettem, aztán ennyi. Pontyot hozzá magaddal, mert nem eszünk. Na hát, ez egy gyors meccs lesz. A projektóikon bejöttek oldalt, a Version 4-essel együtt. Kérdésem a következő, hol lehet a hátsó tornyos FV? A Type 5 Heavy-t az most így igazából nem érdekel. De hogyha itt elfordulok, aztán repül az 1006, tehát így egy lövéssel kipattint. Hát azért mondjuk, hogy lehet, hogy kicsit felbasznám magamat, de csak egy kicsit. Ez is lehet, hogy megállnám. És nem törnék össze semmit. Lehet 430 úkör? Lehet, de már voltam úgy. Mai streamben. Oké. Nyilvánvaló becset 25T. Meg nagy 13-105, hogy te sose vagy spoton, de persze te azért el tudsz lövöldözgetni bármikor, bárhonnan. Tehát ez nem volt kérdés, jaj, gyere, úgy is van. Nagyon szép. Jó a csapat, tehát így tier 10, full tier 10-es meccs és 6-1 az állás az elején. A Type 5-ös kört ezt 1-1-be elbuktuk szerintem, lemerném fogadni. A Type 5-ös kört ezt engedd el. És nem megnyertük. Megnyertük, srácok. Azt a kurva, mi történhetett, nagy kaliber. Na, legalább ezt sikerült összehozni. És egy profitba is jöttem ki, úgyhogy meghaltam ráadásul. Az nem semmi. Pont 14, köszönöm szépen. Tehát lehetővé, hogy csapattársait számára, hogy megsemmisítsenek, vagy összesen hét ellenséges, nehéz vagy közepes tankot. Az átlag lelőtt láztalpoknak köszönhetően. Oké. Okay. Akkor 4.30 ú, szerintem srácok, még nyomatunk egyet a 4.30 úval aztán a mai streamnek. Ennyi. Srácok, hány like van a streamen? Valaki el tudja nekem ezt újságolni gyorsba?
Mondjuk ez nagy meccs lehet, tehát ez a pályán itt tier 8-ba lehet alkotni. Ó, és meg lett a 660 feliratkozó, nagyon szépen köszönöm. 41 lájkot ír nekem itt a számláló, és egy diszlájkot. Vagy eventel kicsit majd ráthívom a mentőket, nyugi. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Én is, hogy küldök neked egy 10-es, de majd gyógyszerre, jó? Tehát mindent széntablettára. Egyben kettő. Ó, köszönöm szépen az infót. Én is vedettem, vaze. Ha jól tetted. Baszki, úgy is kell azt. Hát, ha tetszik, akkor nyomassad rá a lájkot. 47, Roland. Ezt az hogy? 42-t írnak. Jó lenne, annyi lenne rajta. Jó, hát most itt is meg lehetne állni, de hát nem feltétlen lenne jó ötlet. Ment a like, kösz szépen, Gabi. És úgy szintén mindenki, aki velette rá. Na. Azt mondja, hogy akkor amperkodjunk mi is itt egy kicsit. Ez a mi pályánk, 48 like, jó felpörögtek a számok, köszönöm szépen. Most már 48, köszönöm, köszönöm. Hát jó felpörögtet, jó felpörgettétek. Ja, és hoztam egy feliratkozót, szóval, ó, Attila, hallod? Passzod, én donételek neked, hallod-e? Köszönöm szépen. Jó, van, tudjátok mit? Hát ezt nem így volt eltervezve, mondjuk. De kurvára nem így volt ez eltervezve. Nagyon fasza. Ó, de hát T-34-ös sejtettem, hogy az ibe basz. Ó, meg azt is, hogy ő lepattint. De T-34, az tudni kell, hogy ez nagy OP szar lett. Oda néz, oda néz. A T-34 ez bárhol, bármikor, tessék. T-34-esnek nincs. De ezért kérdeztem, hogy neki, hogy muzsikál nektek ez a tank, mert ezt terveztem megvenni egy időben, mert tényleg, hát engem akárhol beüt, lepattint, eltalált. Tényleg, hát egy szó nem lehet arra a tankra. Oda néz. Elpárolog, tessék. Tényleg, mint hogyha nem is a T-34-es lenne az. Megy már még egy csatát, most van kedvem nézni. Köszike. Ja, hogy ez így működik? Csak egy lightosba. Jó, hát 60 TPS csak visszafogja a 705-et. Azért bízom benne, hogy azért csak sikerül neki. Oda néz! Na, tessék! Hát mondom, hát T-34-esben nem csalódtam, hát. Az ilyen performance, kérem tisztelettel, csak is kizárólag én még csak a T-34-estől láttam. Másik tanktól én még életemben nem. A T-34-es ezt tud ilyet. Mozog, pozícionál, tényleg, ami kell, amit szeretnél. Tényleg, ami szemszájnak ingere, tényleg, amit csak akarsz. Bármit meg tud neked csinálni. Kérdezem én a T-34-es tulajdonosoktól, hogy a ti T-34-esetek is tud ilyet egyébként? Már ilyen jaktágerek 400, vagy 273, 276 mm-es átütését pattingatom.
bármikor. De azért T-34 az bármikor átlukaszt. Felső, alsó lemez, ez tök mindegy, mint hogyha a magyar kártyázna. Alsó, felső, királyász. De azért Dardát a szegélyt se lehet kinyírni egyszerűen. Na, tehát azért oda teszi magát. A 4,4K-t, azt 430-ba, azt alapnak érzi. Nekem megvan nagyon OP. A T-34. Lehet, hogy itt az lesz löve helyett. Kölcsönfeliratkozó kell, Gabi? Hát befektetés útján lehet igazából. eBay-en tudsz venni magadnak 500 feliratkozót, meg ilyenek. Na, tehát ez a T-34-es az így azért kérdeztem én, mert tényleg én akármit csinálok ellene, bármilyen tankban vagyok, ez engem full lazán átüt. Type 5 Heavy-be is frontból bevág. Kupolán ellő, menet közben így. Rálősz az alvázára, lepattint. Meg ilyen hasonló. Elég menő vele tornyozni, leárazáskor vettem. Hát srácok, szerintem még veletünk egyetlen egy karikát a Type 5-tel. Aztán utána nekem már ennyi elég is volt. És majd találkozunk. Azt mondja, hogy ma van kedd, szerda, hát csütörtökön nem leszek, tehát akkor valószínű, hogy holnap még jövök egy streammel így ilyen 6 óra felé. És csütörtökön nem leszek, viszont akkor péntek, szombat, vasárnap meghajtjuk. Tehát akkor lesz egy ilyen, köszönöm szépen a lucot, akkor lesz egy ilyen szünetköszöntős stream. Az SSD az mit gyorsítana a modban? Például az, hogy bedob. Nekem SSD-n van a World of Tanks, tehát maga a bot, és annyival tud többet, mint hogyha sima HDD-n van, hogy sokkal gyorsabban bedob. A betöltést. Köszönöm, elnézést a széknyikorgásért. A széknyikorgás, azt a gyerek sikét érted, be van zárva itt a padlásra, picsába. Keveset futott ázsiai kislány, ugye. Mert OP, mert a T-29 tolja van rajta. Pedig elküldtem a 15. lúcot. Hát még nem érkezett meg. De köszönöm szépen. Minden esetre. Hát mire odaérek, legalább egyszer az arti ellő. Kapok egy spotot, Version 4 oldalba vág. Meg egy Scorpion. Figyeljétek meg azért egyszer. Persze a streameseknek mindig jó csatákat ad, kapja be a vég. Ja? Hát igen, a streamereknek mindig jobb csatákat ad. Hogyha, hát attól függ, hogy ki számít streamernek, mert hogyha jobb csatákat ad, akkor nem vagyok streamer. Na, azt mondja, hogy az 5A jó, hát az kumulatív spam. Az 1-4-gyel együtt. De annyi, hogy az 1-4-es az a másik oldalra ment. Tehát itt KV4, T-34, itt azt kell csinálni, hogy push izomból. Ahogy lehet. Ami a csömön kifér, szó szerint. Bár mondjuk ilyen ping mellett. Van olyan pingem, bazdnek, hogy Brüsszelt megállítja. A füvet levágja az udvaron. És a többi, és a többi. Hát...
Jó, vigyázz! Nagy OPT-34. Jó, gyere, Emil! Szeretném, ha még lőnél. Na, gyerünk! Ja, most feladod? De kis csöves vagy. Pedig azt hittem, hogy még letérdelsz és szeretsz majd még. Jó, búcsúzz el, Scorpio G, hello. Jaj, de szeretem a kis zsenge húsát neki, jaj, 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 kis zúzádat, gyere ide, kis csirkelábadat, hadd szopogassam le, gyere. Egy kis aranyos Scorpio G. De te is jöhetsz, Revo, egyébként. Bármikor várunk szeretettel. Egyem a zúzádat, te kis kedves. Kis kedvesem. Jó van, version 4-em. Hát te is jöhetsz. Meg te is, Emil 1-es, hogyha gondolod. Jó, hát ISM az... hát engedjük el, hogyha eltalál, mert szerintem akkor összeteszi a kezét. Csöcsörészelek meg, gyere. Ezt telibe vágtam. Haha, version 4. Vedd be a Colbit. Bunkó vagy, Baxi. Lebasztuk, mint a taxi órát, szegény Scorpio G. De hát megérdemli, nem? Hát most... Nehogy már. Befőt rakjál a nagymát, hogy a... Macskaró, vagy a... Farugja meg a macskát, basszat. Nehogy már. Rovarírtás felső fokon, ennyi. Na, 1-4, örülök neki, hogy végre a kemperkedő stílust felhagytad, és most végre egyetlen egy lövésből kis baszhatnád az ötát. Persze, hogyha nem sértelek meg. Gyere, egy kicsit version 4. Jaj, te kis cuki, micsoda 700 volt az. Új, de szeretem, gyere, 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 kis version 4-em. Imádlak. Mi volt a terved, cukiságom? Drága egyetlenem. Mi volt a terved? Le akartál ütközni, mi? Holomix-et a testükbe, az lesz. Nagyon szép, jó. Jó, szia. Pedig gondoltam, hogy aranyosan válnak el útjaink. Hogy leütközöm, vagy valami hasonló, ilyen kis... kis udvariatlanságokból. Ah, kis Revo. Meg az jó, hogy kirakta a tornyát. Jó van, ilyes. Három azért be tudod fedezni a seggem, remélem. Gyere ide, te kis csiripülkill. Scorpio G. Gyerünk. Pedig de jó lett volna, hogyha még rá tudok fordulni projektorra, és itt gigán baszom, és 1029 HP-ről elcsúszik. De hát sajnos erre már nem volt lehetőség. 4128-at sikerült sebeznem, ez jó lesz inkább ilyen 4600-nak is. Szerény véleményem szerint. Itt ez most megint csak egy nagy kaliber medál lesz. Úgy is van, köszönöm szépen. 4664 damage, 3700 felfogott, 321 spot damage, egyetlen egy spotolt tank. A version 4-est ezt fullra éraktam ki egyébként 2000-ről. Pont 15, és így van a jubileumi számok híveként. Most el is köszönnék tőletek, srácok. Köszönöm szépen mindenkinek a lájkot, a feliratkozást. És úgy szintén mindenkit üdvözlök, akik újonnan érkeztek. Várjátok, hogy ránézek, hogy mégis mi van. 661 feliratkozó, 36 ember és 49 like van a streamen, és egy dislike. Az egy dislike-oló pedig azt kívánom, hogy költse gyógyszerre az összes EHO-i fizetését. Jó éjszakát szeretnék kívánni. A búcsú nehéz. Hát ez így van. Nehéz, mint a Type 5 Heavy.
mint az élet. Tehát így is. Köszönöm szépen, srácok, hogy velem tartottatok. Holnap ugyanígy 6 órától kezdés van. Kérdés az, hogy holnap érdekel titeket egy jó kis PUBG. Addigra jó lenne, ha beajánlatotok a, hogy hívják rá, valamelyik PUBG csoportba, és akkor ott tudnátok megosztani a streamet, meg köszönném. Majd holnap, így igaz, holnap, srácok, mindenkinek kitartást kívánok, még 24 órát se kell nélkülem eltöltsetek, hisz 9 óra lesz 7 perc múlva, és holnap 6 órakor kezdünk, tehát egy jó 21 óra múlva találkozunk. Jó éjszakát kívánok mindenkinek, további szép estét, és sziasztok!